Sziasztok srácok, én Krisztus vagyok, és ma folytatjuk tovább a rendedes kalandjainkat, a Red Dead Online kalandjainkat. Itt van velem ma is a Dugi, az Ádám és a Hello. Csivusz, azaz a családom. Ciao. Gyönyörű szép család. Na csak ki. A mai tervek azok, hogy folytatjuk tovább a sztorit, a sztoriát, Ádám sztoriát tulajdonképpen. Szóval akkor... Ez Ádám sztória. Life of Nem Adam. is húzzam tovább az időt. Na ja. Gyere dollár. Hát ez... Jaj. Nem akartál mi öcsém? Nem Ádámot egyébként. Majd nézd De meg. kikapcsoltam most. Attól még meg lehet lasszozni a másikat, tudtam már. Igen. Menjünk. Vamosihoz de puta. Tényleg a Twitch az mindenféle nyelven, hogyha káromkodt letilt, automatikusan ilyen filter van benne. Nem tiltál. Vagy hát a hangot tiltja le. Nem, azt se tiltja le. Nem. Nem, ja, de nincsen demonetizálja. Tiltva a káromkodás, de... Demonetizálja, mintha egyébként jaj. Ebből lenne valamennyi pénze is az embernek, amikor kezdő, tulajdonképpen. Való. De nem, de nem. Igen. Igazából... Azt csinálja tudtommal, hogy nem kerül be az ajánlott tartalmak közé. Szóval ha streamelek, akkor nem dobja fel random, hogy ezt nézzed, mert... ja. Szóval külön gyere, mint Dugi, a régi szép idő, menekülési időkben. Lefulladt a lovon, várjatok meg. Mikor a szüleinktől menekültünk. De nem a közös szüleinktől, ezt azért ne értsétek félre. Ez itt alapom állam, srácok. Istenem. Ádám, hol van már? Hihetetlen, itt van mögöttünk. Itt van mellettünk. Jó, itt vagyok. Ez a szerencsém. Izzadjunk együtt. Gyere, gyere Dugi, izzadjunk. Szerencséd van, fiam. Kerozin, terpen. Yes, hogy mi volt, nem tudom, mi volt. Hú, kezdetét veszi. Ebben a fő storyline-ban amúgy nagyon sok jó küldi volt. Emlékszem. Azért voltak jó. Nekem volt egy két kedvencem. Annál csak az izét szerettem még nagyon. Úgy, gyorsan akartam mondani. A Moonshine-es sztoriba a hajós küldetést. Az, hát... ja, mondjuk azt megcsinálnánk úgy, hogy nem hajózunk el, hanem hogy a másik félét, tudod. De csak hajó van. Úristen, úristen. Ma ugye nem muszáj hajóra elmenni. Aják. Majd megnézzük akkor. Milyen jó az a kalap rajtam, gyerekek. Mennyibe kerül egy kalap? Sok, nagyon sokba. Attól függ, ha jót akarsz, akkor a sokba kerül. De tudsz ilyen izé kalapot is venni, ilyen szalma kalapot, vagy ilyen földmunkás olyan kalapot. Nincs, mint a hasonlít a Gucci-re, de ilyen, csak ilyen izé is piacos. Hát, Ádám, őszinte leszek, nem tudom, hogy van-e. Nagy Bunny Gucci-t szeretnék vásárolni. Az nagyon izé jelképe ennek a kornak, szóval biztos, hogy lesz ilyen. Hát milyen izé ezüst kalapja van a csávónak? Az ezüst? Nem, de hogy ugye... Ja, kajak úgy. Kicsit vizes lett az arca, nem tudom, hogy... Így hanyat feküdt a mezőn, amíg esett az eső, amíg várt minket, vagy így... Mi történhetett vele? Füllett az idő. Ő, ez nem is eső, hanem ilyen meleg van. Párolog minden. Nagy a páratartalom. Így van. I'm sure. Let's get down to business. Olyan a csimusz arca, mintha be lenne dúzodva. Megcsíptek a méhek? Jajajaj. Éjszaka rosszalkodott. Igazából csak allergiás vagyok rád, aztán állandóan így nézek ki. Azzal nincs mit tenni. Na nem Ádám, baj, próbálj meg nem meghalni.
Hát, maradj végig a dugi mögött. Jó. Én így ugrálok a Chimus meg a dugi lován. Oh. Akkor húzzá is végig, öcsém. Ahogy itt már nekem kényelme. Oh! Mekkorát laggoltam! Azta. Megvárhatnánk a csávót? Hogy üvöltözik a Duki? Már sír a karakterem, hallod? De már, vigyél már tovább. Jó, várjál. Dugi, hallod, ez milyen ló? Ez nekem nagyon tetszik. Ez... Vagy el fogom ez... kobzani, vagy... Kobzani? De amúgy te nagyon rá vagy állva a lovamra. Vagy... Mert nagyon tetszik, nagyon bírom. Nem szereted az állatokat egy kicsit másképp, tudod? Nem, én nem az az ember vagyok. Jetsz egy kicsit másképp. Kicsit gyanús vagy nekem. Opa! Hallod, a karakter is, másik karakter is leesett róla miattad. Cső-cső! Kajak leesett az izé. Aha, ő is leesett. De így az kb. 3 másodperc a később, tudod, mint amikor a focistának alárúgnak, de nem fájna neki meg semmi, de inkább bevállalná izét a büntetőt. Anna, repültem. Hallod, Juice? A kalapod nem akar leesni, sehogy se. Hogy sikítozik a dugi? Nekem folyamatosan sikítozik. Nekem is. Hihetetlen. Bocsánat, yeah. Befogom a számot. Oh. Aztán közel zártuk a Chimust. Gyere, csak vissza. Jaj, Istenem. Hoppá, ez egy frontális volt. Ne, meghal a lovam! Ne! Vigyél már unokám! Gyere, papa! Vigyél! Oh, nem viszlek! Mekkorát szaltoztam! Majd gyere! Kinyírom a dugi lovát! Hát azt az éne! Be akarsz azt fogni, a... mi? Mit kap az emberem? Nem lesz arcom. Gyere, dugi, hozzak tovább! Hogy jól eltözik, amúgy ez kegyetlen! Hallod, az arcának annyi. Hú, ez a vonatos? Már a aha, vonatos? Ez jó? Már a vonatos. Hogy? Nem tudom. Na. Nyughassál, már épp a lovammal foglalkozok. Jajjaj. Gyorsan fegyvert kell cserélnem, gyerekek. Azt mondja. Ja nem. Menjünk akkor a vonathoz. De a bolt action kéne. High velocity. Jó. Hi, bocsánat. Ezt nem láttam. Ádám, te mit csinálsz? Te állandóan megütközöl. Hát csak tesztelem a lovat. Nem felugrani kell a vonatra itt? Ja, nem kirabolni? De. Hát, az kell. Majd ugorj át. Az lesz. De a lóról. Ja, jó, jövök. Gyalog, felugrok, mint a Chimus. Miért ugrottál? Kilőttem a masinisztát. Szép munka, srácok. Gatya. Ez gatya. Vezethetek én? Lehetek én a masinista? Megy a gőzös, megy a gőzös. Tanizsára. Ez is fájtattam, majd miket lehet csinálni. Tanizsai állomásra. Ó, mi itt izé? Jót csinálunk itt ketten a fülkében. Én itt felálltam a tetejére. Ádám, az ott felállt. Itt állok, mint egy...
alá őket. Nyomjátok, srácok. Azt akarom, de még nem látom, nem látok rá. Ádám, vigyázz, hogy engem kilelőjönnek innen. Igyekszem. Meg téged se. Ugye jobb kettő. Igen, lövök balra, Krúd, te lőjél jobbra. Én jobbra lövök. Én kilőttem mindenkit már, nyugi. Nyugavér. Balra. Teljes gőzzel előre. Hát én el fogok fogyni tölténybe. Pattanjatok ki. Oh! Gázom. Igen, én is érzem. A lényeg, hogy ne kezdjük újra. Aki kevés pénzt kapunk. Ádám, hogy gyorsan megmentem. Revive. Gyere. Én nem látok senkit. Mögöttünk van egy például. Valahol ott lent. De mit lesz ez a szekér meg? Komoly, hogy ez a cucc ez nem fagy és végtelenül lehet lőni. Ja, de bemegyek az Ádámmal. Ja, de amúgy föl kell menni srácok. Be kell menni az irodába. Igen. Ja. Shotgun-t előveszem. Na ne fenyeges. Honnan lehet fölmenni? Ott van hátul a lépcső. Az nem árt. Gatya. Tuki közben levészárolt itt mindenkit. Innen srácok, a falon át lőjük el őket. Gyertek. Mert egy, két, három. Menekül. Megvannak. Kell útolni őket? Aha. Ja. Na, mehetünk vissza a vonatra. Megrúgtam az egyiket. Most én leszek a csúcsú. Lehetsz. Gyorsan menjünk, mert folyamatosan végtelenül spawnolnak majd. Használom az egyik ágyut. Jó, én használom a másikat. Én meg használom a fejem. Indulhatsz, Ádám. Nyomjad neki, Ádám. Melyikkel kell indulni, várja már. X-szel. Ja, jó. Ja, hosszan. Csak hogy hosszan kell nyomni. Így van. Nyíl gáz. Ne felejts el riasztót nyomni, vagyis ízét csengőt nyomni néha. Riasztót. Hű, milyen gyorsak vagyunk, nem is mondom. Kapják nagyon. Majd valaki jöjjön már el ezután, hogyha lesz pénzünk a armoriba, vagy ammunitionbe. Nem. Bevásárolni valami normális fegyvereket, meg hogy miket vegyek, meg milyen töltény. Itt jobbra kettő. Meg fenn a hídon kettő. Jobb el a kettő. Balra két lovas. Kikapom őket, a csimusztak már csak a maradnak a izék, a lovak, hogy állulja őket. Jobb belőle egy lovas lesz. Az én lovamat nem előjétek. Nagyon morci leszek. Köszönöm, nem tudjuk. Miért nem megy gyorsabban? Ez nem a izé TGV. Vagy hogy hívják azt a nagyon gyors vonatot? Az. Az a TGV. Nem egy elektroizé mágneses kínai vonat. Hát nem. Nem a halálos finom. Hát ez a baj.
kell mondjam, ez jó volt, ezt tetszett. De én nem emlékeztem, hogy ilyen hamar... Ilyen navonatos. Ja. De. Ennyi volt a küldetés? Aha. Hát, ja, aztán meg... Ezt úgy képzeld el ezt a küldetés sorozatot, mint ezek lennének, mondom, a praktiszák. Ja, de egyre komolyabbak. Igen, és a végén lesz egy heist. Ja. Nagyon adom. Azért ez komoly az a heist, csak ez kevés pénzt az. Az rohadt jó volt, amúgy nekem is tetszett. Lehet amúgy, hogy többet ad, ha nem halunk meg ilyesmi. Hát igen, amúgy igen. Meg izé, amikor az egyben a build, ahol megöljük. Ott is van ugye egy nagy boss fight, egy mi a szar, az is igen. Nagyon jó. Fú, az is, az már lassan lesz. Hamarosan, jaj. Na, bountyzzunk? Akkor, ameddig nem kötöd be? Igen, csak először vegyünk már nekem valami kis skulót. Ja, Ádámnak nem ártana egy kis lőszer. Hallod, Dugi, nem akarsz én lovamon jönni, mert egy picit nem tudok figyelni el. Vagy Ádám, lovagolsz is az enyémen, és vegülök megéd. Ó, jó, oké. Okay. Rossz ló. Rossz lóra tettél. Na. Ízítsuk a paripát. Merre megyünk? Kövesd a dugiékat. Yeah. Ah, ez a játék na, mindig elvarázsol. Uno momento, és itt vagyok, srácok. Amúgy tudsz úgy venni, és csak, Ádám, figyelj, két videó lesz, amit mondok, csak később. Hát, hogy nyomod hosszan a balra nyilacskát, és ott tudsz a katalógusból venni. Ja, és azt az izéhez le... postákhoz elviszik. Aha. Hát csak hogyha közel van egy bolt, akkor nem kell izé érted futára szórakozni, nem kell a GLS-nek fizetni. De ezt nem kell elvárni meg semmi az instantot, van sőt, ráadásul itt rendben. De melyik postába, melyik a legközelebbi? Az összesen ki tudod venni. Szóval rendelj magadnak, hát... és itt van a posta, ki tudod venni pont. Hát de ha már posta van, akkor biztos, hogy van. Hoppá! Nincsen. Na már itt is vagyok. Ja, csak posse leaderként lehet Bounty Hunt-t indítani. Hát akkor Cimus indítanod kell egy posse-t. Ó, pont jókor értem vissza, hogy ide értünk. Na milyen a lova már? Én nem tudok. Nem rossz amúgy. Ez már vélek a leggyorsabb ló a játékban, csak mondom. Igen? Nem amúgy a... Ennél van egy nagyobb, de nem volt rá pénzem. Nekem is lassan be kéne ruháznom egy... Várjál. Weapons. A reformolma van, gyertek. Micsoda? Jó, jövök. Jövök. Jaj, várjál, kikapcsol a tévém. Hajjaj. Mindjárt. Ja, ki kéne lépnem. A ratikon mandó? Meg lesz. Úristen, ezen mi kerül ennyibe? Ádámot hív be a poszébe. Meg el kell már behívott. Csak épp. Egy jó kis mesterlövész. Ez kell nekem. Most hova megy a karakterem? Mit csinál? Arrébb megy. Ja, dugja arrébb löket. Én nem löktelek arrébb. Karakterem elindult egy irányba, aztán arra gondoltam, hogy... Nem. Azért, nem. Vagy... Ja, itt vannak ezek a randomok a... Voltam. Random csávónak a lova volt akkor. Gondolom. Hallod, de... $300 egy izé... Íj. Még ne indítsd el, Simus, hát ha jön a Szabi. Nem indítom még három. 124... vagy dollár, de az 10-es szintre le van korlátozva. Kérdezzétek már tőle meg, mert nem meg van nyitva a stream a telefonon. Úristen. Ezek rohadt drágák. Úgy döntöttem, toronyőr leszek. Nem, Dugi, nem lehetünk ketten toronyőrök, menj innen. Már én följebb akarok mászni. Följebb lehet? Hát... Nem. Vagy várjál, még megpróbálom még egyszer. You joined, Ratchi Commando. És honnan tudom, hogy... Mit tudsz, te semmit nem tudsz. Az én rifle-ömbe melyik töltény kell? Nézd meg, hogy milyen típusú fegyver van rifle ammo, akkor rifle... Milyen fegyvered van? Van külön pisztoly ammo? Long arm, shoulder, van rajtam karabiner. $3 bounty. Tuti Ádám miatt. Jött posta. Kifizetem a bounty-met.
Hol van a kalap? Az a klócba van, ugye, ja. Krisz, neked nincsen térképed még? Nincs. Akár, hogy majd azt is csinálhatnánk, hogyha lesz valakinek még. Kiveszek egy csomó lőszert, amit van nekem a postán. Nem is kell lőszert, hanem elég a postán rájönnöm. Mindenhez van. Annyi lőszerem van a postán, ki se tudom szedni. Amúgy egy legendary bountyt csináljunk, nem? Hát jó, amit majd el csak most tud indítani. Szerintem valami könnyebbet kéne csinálni az Ádám miatt, hogy érezze, hogy milyen. Majd lehet nehezebb. Na. Nem soká jövök majd a reddedezni. Mondjuk most láttam négyen játszottak amúgy is szóval. Hárman vagyunk. Amúgy sok ja négyen. Ja négyen kaját. Nem tudtak, nem tudjunk ötten. Elmegyek kicsit warzone-ezni majd. Vagy ne tudnám. Tudunk ötten játszani. Hát izé, bounty-kat lehetett ennem. De azt nem hiszem, hogy nem tudom. Itt nincsen legendary bounty. Mindig valamilyen bounty-t. Ja, megnézem, hogy hol mutat esetleg. Át kéne akkor menni Valentine-ba, vagy Strawberry-be. Dugja, addig boxolunk, egyet kilépek addig a poszéba. Nem boxolatunk kell, hát hova menjünk? Csak veszik meg, na igen, vásároltam a katalógusnál. Itt van mellettünk Strawberry. Akkor gyerünk Strawberry. Akkor menjünk át, jó, akkor most nem boxolunk. Várja. Majd utána. Kiveszem a csomagomat. Strawberry? Mhm. Jaj. Ja, itt van. Ja! Gyi. Most itt hagyjátok? Ott egy ló. De ez lassú is le fog fulladni. Itt van egy köpés a Strawberry. Átjössz. Vagy fast travel lesz egyet. Ádám, ha mi is kibírtuk, még az elején nekünk se volt kemény lovunk. Igen, amúgy meg hogyha nem használod, akkor annál kevésbé fejlődik, minél kevesebbet használod. Hát ja. Tehát azért célszerű mindig mindenhova az zavarni. Nem jött össze. kell vegyek a répát. Majd a lovamnak. Na. Sincsem. Ja, de meg tudom nézni Legendary Bounties. Na. Na. Valami... Könnyű. Valami újat, amit még nem csináltunk? Valamit csinál, ja, amit még nem csináltunk időjét. Vagy még tudod mi mehet? Amelyik a hegyekben van, tudod, az könnyű. Az jó. Hát a Wolfman. Aha. Vagy csináljuk meg a Munyeka Montest ötösön. Az komoly lenne. Jézusom, abból már ötösen. Abból elegem van. De már az, csak a tanka, négy... az a tankos kurva! Aha. Jaj, de már csak négyet, de már négyet megcsináltunk. Na ez jó lesz, el is mehet is, indítom. Hát szóljon. Újat indítottál vagy valami? Aha, újat. Na nézzük, ilyen csúlyok. Én is. Na lehet, én ezt már toltam, mert volt egy-kettő, amit egyedül kitoltam. Csak kíváncsi is. Dim-dim-dim-dim. Nem tudom, ez melyik. Pedig ilyesmit csináltunk ugye, de ez az nem legendary volt. Ezek a szektársok, nem? Ja. Ja. Jól emlékszem. Okay. This crazy son of a bitch, Virgil Edwards, the shepherd.
Szépen itt streamelnek. Úristen. Mi komoly. Who's been gathering lost souls from far and wide, promising eternal salvation. He's gone to grab. Fúj, hogy néz ki. Én teszek közbe. Ja, visszajön. Na, joinalok. Látok. Hú, ez jónak tűnik. Azért legendary-t csinálunk. Maybe one of them has some information that'll lead you to him, so he can face his own reckoning. Na, akkor fel kell válnunk, vagy szét kell válnunk? Nem, három campet kell megnézni. Ja, ja, ja. Ádám a szoki. Mindig átül. De itt tényleg soha nem fog felfejlődni a lovad Ádám. Ha jó van. Nézzük meg ezt itt, amit van. Szálljatok le, ne... Ijászkodunk? Ijászkodunk. De akár nincsen. Majd milyen intézzük, várjál. Csak meg kell vennem. Egy megvan. Jó. Tövök. Guggolj le Ádám, guggolj. Ez az. Én meg lootolgatok addig, jó? Jó. 20 aranyam van, mi a fasz? Tele vagy öcsém. Tele vagy, jajjá. Vedd meg magadnak, tesó, te is a moonshinert. Jajjá. Mi az jó cucc? Ez is megvan. Új, jönnek lovasok. 3. Ennyi a jobb oldali. Próbálom a balt. Van. Hajjaj. Nick, hoznak egy nőt. Ez szar. Ilyat amúgy nem tudok felvenni ezektől, akik meghalnak. Passz. Meg kell venned. Muszáj. Leszedem a Stranger-t. Mármint hát, hogyha ijazni akar, akkor muszáj megvennie. Hopp, ezt bedobtuk. Ezzel a nővel mit kell csinálni? Elengedni? El akarom meg... Ne üljük meg! Csimusz! Az már meghalt. Hallod, Ádám? Ha? Mondjad. Van HDR a tévédben? Van. Hallod, a Red Deadnél akkora szar a HDR, basszus, nagyon szarul csinálták meg. Igen? A sötétebb részeken nem lát semmit. Egyszerűen semmit se. Jaja. Az meg az vicc. Én felhúztam a izét, a fényereit. Tehát, hogy amit nem lehet látni, azt is épp, hogy látom azért. Vagy azt... Vagy azt próbáld még ki esetleg, hogy úgy... Kikapcsolom amúgy a picsába, olvastam is amúgy valahol, hogy a... Mert ezt már észrevettem már PS4-en is, hogy szar. Aha. Aztán... utána olvastam, és csomó helyen érták, hogy amúgy a Red Deadnek kurva szar a HDR-je. De amúgy nem tudom miért. Ugye a HDR-nek amúgy az a lényege, hogy sötét, hogy feketébb legyen a fekete, nem? Egy kicsit többen vannak. Hát igen, meg hogy több a szín benne, meg igen. Jobb a felbontása. Ádám, szállj le. Ők akit jó sokan vannak. Megkéselek valakit. Húzták el egelet. Csaki. Ő csak ki kell lúgni. Öld meg Ádám, azaz. Ja, megöltem, csak nem tudtam átmenni a tüzön. Ezt meg tudom érteni. Nem vagyok egy nagy magic tüzönjáró. Na, az utolsóhoz megyünk. Na igen, és most merre?
még a másik kempet meg kell. Na a következőt, hogy csináljuk csak késsel. Oda lopakadunk meg és... Hát amit le tudunk lesz. Persze. Na a itt reddedbe csillagos az ég nektek? Igen. Hát nekem van, hogy csillagos valahol. Azért van annyira nem szabad. Mondjuk az időjárás... Azért az időjárástól is függ a játékban, hogy... Jaj! Hallod, úristen! Nem vagytok normálisak. De hallod, a lovam fogyatékos? Lehet. Hát. Beleborult a vízbe. Hogy mondjad, hogy jaj, annyira azért nem szar. Csak kíváncsi voltam, hogy itt azért, mert az árkba az volt, akkor ki tudja. Kicsit többen vannak. Komoly. Szétvágtam a csávót. Á, is vettek. Igen, hull, ahogy leesett. Mi ez a barlang? I. Ajaj. Engem leütöttek. Van még egy életünk, óvatosan. Jaj, ja, nem ne, tudom. De mi? Nyakonvert. Srácok a barlangba. Én kinéztem és el is lőtt. Még föl tudtok szedni. Jövök. Megyek. És lőjétek el a csávót előtte. Ott van melletted. Te! Menj már innen. Ne, jöttem Dugi, majd értem. Nem baj, de öcsém, ez mi volt? Nem baj, még... Ha nem halunk meg, még jók vagyunk. Megbosszultalak. Na. Mondom, beszerek én ilyen szereket, hogy ne halljak meg. Rá, amúgy az nem butaság. Kék bogyót, meg piros bogyót? A. Jövök, Csimusz, megéd. Várjatok meg, nincs itt még a lovam. Nobody. Gyere már te, mi haszna dög? Csapjál seggére. Rácsapok, meg kell paskolni. Azt szeretem. Te. Nyomtam be egy ilyen hírt magamnak. A sok HP-n van. Sőt, még eszek egy húsit is. Oh. Azt nekem is. Mögöttünk jön egy. Amint megtalálom, amiket sütögettem húsokat, hogy hol vannak, ez jó lesz. Nagyon jó. Hajjatok! Megdaráltuk. Most már lövöm őket, Csimusz. Jó. Gyere, Ádám. Ha jó van. De jönnek rám a gádzsik. Lövöm jövök őket. Vissza. Ja, nem kell, elintéztem mindenki. Fehér szoknyába. Szoki kultisták. High speed chase. A bitter az mire jó? Ami csoda? Bitter. Nem tudom, van mink keserű talán. Na most nagyon óvatosan. Nem hallhatunk meg. Álljunk is meg, Csimusz. Várjuk meg az Ádámot, nem? Jövök. Szóljatok be ilyen szupersszereket. Megyek a fény fele. Álljatok meg ott már. Szerintem lebuktunk. Igen, azt mondod? Hát nem tudom. Jönne két ló. Vagy egy. Csumusz, kapd el. Most már biztos, hogy lebuktunk. Honnan lőnek? Nagyon messziről lőnek. Fönt a hegyről. Úristen. Azt hittem, hogy lezuhanok itt.
Ah, de viszont amikor esik az eső, vagy így dörög az ég, az nagyon szépen lett megcsálva. Jaj. Vannak basszus. Vannak egy párán, egy még van fölöttünk. Az istenedet. Jaj, ledobott a ló. Meg ne hajj. Van nálam. Van. Papával itt elintézünk mindenkit. Nyomjátok, nyomjátok. Bedobtam egy snüszt. Várjál, tényleg élve kell elkapni. Melyik adtál tőle lévőt? Ugye azt kell élve hagyni. Elkapott csúsz. Mögöttünk jönnek lent valaki. Mi? Mi történt? Kilökött a... Nem kellett volna így rálásolni. Kilökött a csávó izéből. Mert akkor nem kapunk annyit, nem? Replay mission. Nem akarom még egyszer így csinálni az egészet, hagyjál már. Jó. De egy izé, most már kitanuljuk akkor a mappot, aztán majd legközelebb megcsináljuk rendesen. Sajnos. Kilökött a toronyból a csávó. Nem kellett volna rászaladni így. Tír. Veszélyesek ezek a kultisták. Kultisták. Fele kultisták. Na. Melyik ültök az az állat, aki így rásol? Nem tudom, a Csimusz. A Csimusz meg Ádámról adnak, jajjá. Ölni kell, akkor ölni kell. Ne vigyázz, meg ne hajj. Hol lehet megvenni a Moonshiner? Vagy mit mondtatok, melyiket? A Moonshiner, jajjá. Úgy tudod megvenni, hogy megveszed magadnak a... De gyorsan akartam mondani. Tradert. Jajj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 aj
Kiugrott egy szoszi? Mi? Elkapaz? Hogy lőtte? Nem bírom. Hát mi az Isten? Lelőtt. Mi az Isten? Engem is lelőttek. Fel tudtak szedni? Hogy? Mindjárt. Csak most Ádám is lent van, meg én is, Csimusz. Én meghaltam. Na jó. Aj, nem... Engem is lelőtt. Mi a fene van? Lehet, hogy nem kell hozzányúlni, hanem csak meg kell ölni az összes emberét. Jó. Mindenkit, amikor jönnek, nem tudom. Jó, balfaszok vagyunk. Tehát rádobtam a lasszómat, Csimusz, vagy háromszor rádobta a lasszóját, és nem is, kaptál. Én is. Jaj. Mondom, azért szerintem akkor... nem is lehet meglesz. Azon gondolkoztam, hogy rászaladok, hogy meg leütöm, érted, leboxolom. Checkpointon. Igen, már még kevesebb pénzt kapunk. Ezt már akkor elrontottuk, amikor először meghaltunk, most már tök mindegy. Na ja. Ennyi. Na, elég a balfaszkodásból, csináljuk meg. Már annyi pénzt se kapunk. Kedves Tima, köszi szépen a követést.
Fuck! Ajajaj! Meg ne halljál, Dugi! Ide szaladt ez a hülye! Odattunk még van egy ilyen. Megvan. Meghalt, király. Nyomjátok be olyan izé potiont, úgy menjünk fel a csávóhoz. Amúgy igen, mindenki nyomja be. Oké. Okay. Szerintem neki nincs, de mindegy. Én benyomtam. Mindegy, ja. Jó, öljük meg az összes izét. Ja. Megvan, mögöttünk, király. Ádám lefedezett engem. Ha föntről nagyon lőnek, nincs HP. Megyek tol, elintézem. Jó. Rögtön le is vitte a potionemet. Megvannak. Jó, jönnek hátulról ketten. Itt nálam. Ez megvan. Jó, a csávót ne öld meg, Ádám. Élvekel. Melyiket? A kultistát. Aki ja, nagy ilyen koponyával, igen. Ja, én itt lent írtam a népeket. Alattunk még van egy, elkapom. Megközben lootolgatok. Megvan ez is. Jó, elkapom. Muti már, hogy néz ki, nem is láttam még. Kap már el, hát öcsém. Nem lehet, szintem meglasszózni. Ugorj rá, kézzel kapd el. Lesz. Hó, mindjárt megöl. Kapd már el! Ezt nem lehet elkapni. De nem lehet elkapni! Jó, akkor öljük meg. Na, már elegem van belőle. Megölt lőjétek engem. Lőjétek le! Miért nem hal meg? Nem tudom, Csimusz, öld meg gyors! Mi a szar? Szerintem itt van valami baj. Ezt nem hiszem el. Nem lehet, hogy bagos? Most halál komolyan kérdezem. Hallod? Csimusz, fel kell szedned, tesó, gyorsan, gyere! Jövök. Nem érsz ide, meghalok. Jó, srácok, ezt lőjük meg úgy, ahogy van, hallod? Rádom, nem lehet. Darabokra robbantunk. Azzal a pisztolyommal, ami egyébként one-shot egy player, belelőttem 5-öt. Konkrétet. Dobom a kötelet, és így átesik rajta. Hát nem lehet belasszózni, azt mondtam. Hát ja, Csimuszra utána próbáltuk. Utána megpróbáltam ráugrani, és azt se engedte. Hát mondtam, nem hiszem el. A legjobbat választottad, Csimusz. Ja, megtalálta az egyetlen bagos misfent. Csak nektek, csak most ki fogok fogyni a múlva. Nekem még van. Kinda fun. Makám jön itt valaki. Jó lesz az a bolt action, remélhetőleg. Ha nézzük, azt hiszik, hogy valami noobok vagyunk, érted? Ja, amúgy. Azt nézik, hogy szenvedünk. Istenem. Pedig már mennyi izét megcsináltunk bounty-t. Jó. Most még agresszívabban, srácok. Toljunk potion. Már elfogyott. Jöjjük meg akkor az összeset, hallod? Találjuk le a távot. Mi lenne, ha innen messziről lelőnénk, amik fönt van a toronyban? Amúgy lehet, hogy le kéne törni a shieldjét, csak utána lehet. Nem tudom. Felszedem. Fedezd, Dugi. Jó, fedezlek. Egyet. Köszi. Füled mellett lőttem el. Van egy bent, azt elkapom. Jaj, szét kell lőni az armorját, most írja a jel. Ez tök jó. Hát ez nem hiszem el. Ádám meghalhat, ne menjünk oda. Egyszer meghalhat. Akkor feladom. Ne menj hozzá túl közel. Jégek ezen a csávón. Megvan? Megvan. Na most már megvan. Istenem. Szép csinálatok. Jó, legalább most már tudjuk, hogy hogy kell elkapni. Most már tudjuk, hogy nem bagos. Istenem.
hozom a lovamat. Már ha akar jönni. Akkora bénák vagyunk, hogy még a lovam is cserbe hagy, érted? Nem vagyunk méltóak. Még van egy ember? Akar? Megoldom én neked. Kösz. Na. Ó! Oh! Gyere, dob fel. Ki lövi a lovamát? Elég sokan jönnek. Valaki bántja a lovamat, gyerekek. Ja, hogy íjászkodnak. Tudom egy ilyen potit. Jó, lőjétek őket. Lövöm, csak ne essünk le. Ah, Csimusz. Ne essünk le is. Csimusz, a szemem láttára majdnem belő ki az Ádámot. Szemben az volt a terv, de... Nem baj, de mondjátok be, hogy basszol, akkor kicsit lemaradok. Ez egy cserbehagyás. Ádám, mit csinálsz? Cikázol öttem jobbra-balra. Kikerültelek, mert te itt jössz mögöttem, azt én lassuljak. Úgy elszágúdott mellettem. Illetve mindjárt lefullad megint a ló. Imádom, hogy rá lehet ütni a csávóra, hogy cserbe majd egy jó. Shit. Nagy íj. Mondd, fiam. Milyen izé, mennydörgés. Várjál, Krisz, neked a... Csimusz a nagymamám. Híd a Csimusz. Igen, akkor én vagyok szerint, a... A sztori szerint a Csimusz a nagymamám és a Dugi a nagypapám. Aha. Hát te... Hát nagyon lehet, szigorúan akarjuk. Vagyok. Nem, az az Ákos. Nem. Az Ákos, ja. Akkor én ki vagyok az Ákosnak? A testvére? A féltestvére. Féltestvére. Csak hogy tisztában legyél itt a sztori szállnál. Ez volt eddig a legbénább Bounty Hunter missionünk, amit mi meg tudtunk csinálni. Vagyis ahogy mi megcsináltuk. Bocs. Ennyit balfaszkodni. De nem tudtam, hogy ezt le kell lőni. Én nem mertem először meglőni a csávot, vágod. Hát nem szabad megölni. Hát igen. Mert ugye hozzá vagyunk szokva, hogy... Nem baj, csomó ideje nem játszottunk a Red Dead-tel, ez jó volt bemelegítő Bounty Hunter felésnek. Mondjad ezt a nézőknek, tudod. Az már lényegtelen, már látták, látta mindenki, hogy megaláztuk magunkat. Hát beszéltek csak saját nevetekben. Hogy kell joinolni? Neked se, hogy... Ja. Yay! 0,8 gold. 4-es szintű vagy? Bounty Hunter. Be. Ja, nekem azt még meg kéne venni. Mennyibe kerül? 15 gold. Lassan meg lesz. Lassan, de biztosan. Van 50 goldom. Vaj, már most van új izé küldetés, vagy ez mi? Mindjárt nézem. Csimusznak. MD. Erre nem emlékszem. Timi szerint ügyesek voltunk, srácok, szóval semmi pánik. Köszönjük szépen. És ez micsoda? Mit találtál, Csimuszon? Csimusz volt a legügyesebb. A legügyesebb. Az volt a kedvencem, Ádám szalad előttem, hirtelen lelövi az a csávó. Vansatos volt a pali. Persze, üss el, Krisz. Jó van. Bármikor. Hozzácsanyultam, jó? Alkesz emberek. Én a Szabi is most eszembe. Gyere, Szabi, joinolj. Akkor a sima Bounty Hunter... Bazzánk, hogyha tudnám, hogy hogy kell, akkor joinolni. Balra nyíl, posszá, és bejoinolsz a Raki kommandóba. Majdnem leestem a szikla a falról. Nem lehet egyszerre beszélni és lovagolni. Veszélyes. Fogd a beszélgetésre. Az van a jobb és a bal. Lehet tölteni az időt, srácok, mert ugye őtem már nem lehet bounty-zni. De ott az új küldi. Isten, várjon, beszéltem majdnem. De azért tudjuk csinálni a hármas bounty-t. Ami ugye... A három aranyos. Open world-os, igen. Igen.
Igen. Igen. Igen, és az sok pénzt is akárhányan tudjuk csinálni, meg hogyha most nagyon úgy van, akkor el tudunk menni team deathmatch, azért tudjátok. Meg tudjuk csinálni. Hú, de jó az, hú, de jó volt az a team deathmatch. Azt is miért tudjuk csinálni, bortó? Hogy elindítok egy izét, hazaszaladok a kecóhoz, és elindítok egy moonshine receptet, és azt lefőzi, aztán le tudjuk adni pénzért. De miért, Szabi, itt nem van, volt jó? Itt van, vrg. Vrg. Hallod, Szabi, miért nem volt jó izé? Szerinted így tudom használni hát a moonshine-es cuccomat, hogyha bent vagyok egy a posszéba? Egy-két meccse nagyon szar volt. Mondjuk mindegy. Jó, de amúgy vicces volt. Hát, nálam volt hozzá. Hú, fater, de fekete vagy. Mi történt? Miért spawnoltatattál vagy most így? Azért, mert ezt Csimus elindította. Megjött a bounty-t. Így van. Megpusztult a lovam. Meg is érdemelte. Kösz. Hagyd békén dollárt. Dollárt? Miért nem euró vagy valami? Nesze, Szabi mondta, egy csillagos az ég, azt egy ilyen izét átvezető képet nyomott, hogy csillagos az ég. Elkezdtem remegni itt a Szabi. Ádám, itt az apád. Toszú. Azt mondtam, jó feka. Mondom, hát, Duginak az első dolga, ami eszébe jut Ádámról, hogy a Csibusz félrelépett. Na ja. De az Ádám az egy hópehely. Miről beszéltetek egy hát feka? Hát izé. Tejcsoki. A végén letagadja a fiát. Azt mondja, hópehely. Hóly, nem azt mondod, hógolyó. Annak is elmennél. Felrúgod a palit. Szabadjára engedem a fantáziáját. Nincs mit, bratyász. Éjjj! Kvák, lelőttétek a lovat! Mit csináltál? Lelőtted a lovat? Szabad! Lelőttem a lovat! Beszaladt elém, amikor lőttem egyet. Most mit csináljak? Úgy tűnik, hogy... Most kölkel használtál egy élesztőt arra a szarlóra? Hát... Kosom. Lovagoltál volna apád mögött. Ja. Most ez van. Eddig azért cinkeltük Ádámot, mert nem akarja használni a lovát, most hogy használni akarja a lovát, most azért cinkeljük. De az nem az ő lova volt, hanem random ló volt. Ja, az random ló volt. Ah. Agyon lőttem. De amúgy kellett fizetnem érte. Igen. Akkor az Ádám lova volt. Az Ádám lova volt, tehát ott élesztette fel. De ez nem az én lovam, mert az én lovam az fehér színű. 4 dollár tasom. Akkor minden kellett fizetnem? Nem tudom, de az én lovam az ilyen... Ez a cserelóan Ádám, amit a missionökhez ezt kapod valamiért. Ja, akkor elcsinálom. Bérlem ezt a Lamborghinit. Érted, nekem is tegnap hál' az Istennek sikerült megoldani, hogy... Tosom, az max egy szutyuki. Szutyuki. Na majd, amikor meg lesz a Mustangon, milyen srácok. Kalambó? Izomból most megveszem a legnagyobb lovat. Meddig kell már menni, öcsém, hogy... Nem marad. Ne izguljál már, Csimusza, itt vagyunk. Akkor indítsd már el, mert... Hú, ezt a kígyót lelövöm. Nem lehet haladni ezzel a szarra. Ki az, aki ott van nagyon hátul? Ádám, te vagy? Igen, mondom. Hát... Nem megy ez a szar! Azt láttad, Dugi? Láttam, tesó. Be lehet menni a házba? Hogy ne látna? Távolt kell megtalálni, ugye? Na most már nagyobb a izé. Itt van valami... Itt találtam valami szagmintát. Keressétek. Dig. Szagot volt a Dugi. Megvan. Ja, a csávó megvan? Nem. Most mutat egy kérdőjelet. Nem, ez itt van. De. Az! Összegassuk! Ó, várjál! Várjál! Hopp! Ajjál, lőd meg! Na jó! Ó, mit tettem?
Lelőttél? Nem én lőttelek le. Nem tud lelőni téged a Szabi. Szedj fel Ádám, gyorsan. Én vagyok itt. Ja, azt te vagy? Vagy. Te Ádám. Köztesom. Na, én mindig lovagodok utánatok. Hát nem, még itt sincs. Ja, hogy az Ádám nincs itt. Kapjuk el a targetet. Vigyázz, itt van kint valaki mű. Ja, nem baj, majd szúzzuk az időt egy kicsit. Na, itt vagyok. Itt a két ház között. Másik. Dugóval útközben gondba keveredtünk. Na. Ezt nem felejtem el, hogy kilocsantottad az agyamat. Nem én voltam, passza! Hallod, azt írt, hogy töltél meg! Hát azt nehezen öl meg, hogyha egy izébe, posszébe vagyunk. Volt most megsebeztelek? Várjál! De nehogy ne lőd megint. Le tudom lőni a lovamat? Nem sebez. De, levittem a HP-dat. S te lőttél meg? Azt hittem, hogy van itt egy enemy. Én lőttelek meg, hát akkor te öltél meg. Hát akkor kajak, de hát akkor... Várjál már meg, Dugi! Szabina, veszélyesen nyomja, lelövi Ádám lovát, lelövi Dugit. Nem. Dugi! Nem ugrasszál lovamra, nem. Gyere már ide! Kotrodj! Gyere ide! Gyere Ádám! Ádám! Gyere! Hol van? Nem tudok átugrani. Oh! Hát jó! Így felmászok. Amúgy ez a ló is gizda. Ezt nem hiszem el. Köszönöm, ez nagyon jó ló. Menjél. Nem mész vele. Vezess akkor. Vezessek? Én addig itt tisztítom a terepet. Ki ez a rúdosás? Gyi, paci. Apa-fia lovagolás, hát ez... Felbecsülhetetlen. Nem akarok róla tudni. Várjál, most merre megyünk? Már sem merre, már kész a bounty-t. Túlszál közben megcsináltuk. Ja nem, mégse kaptam olyan sokat. Tosom, én 10-valamennyi. Ja, én is 11-e. Azt hittem többet kaptam. Ja, meg kaptam 0,8 goldot. A gold miatt megéri. Megkaptam 0,1-et, meg 200 Bounty Hunter és 1000 XP. Mi azért kaptunk kevés pénzt? Várjál még csomó, de indíts el semmit, ne indíts még el semmit. Jó. Az augrok a Moonshiner-ös dolog miatt. Jó van. Miért nem tudok oda menni? Itt amúgy sincsen jó. Ja, már hogy ez a Chimusnak a posszéja. Jó, akkor kilépek egy pillanatra a posszéban. Mindjárt jövök vissza. Hagy menjen a főzés közben. Kriszt elvesztettük, kész. Remélem nem jön szembe a vonat majd. Milyen vonat? Gyorsan lefőzünk egy kis okosságot. Te kajak lelőttél? Aszkom. Kaja? A Chimus kajakban van állítva, akkor a izé... Rendben. Ja, hát itt be van. Ez a Muhero, ez... Ez a Reti kommandó, ez csak egy ilyen klán. Ez már csak ilyen. Hello, baby! Hello, babe! Hi, babe! Gyere csak velem! Gyere! Moonshiner business. Mit főzzünk? Rossz érzésed jött? Még nem tudok. Oké. Flavor. Kajak nincsen sem. Na, baj nem ide akarok jönni, hanem valami egy... privát szobába. Ádám követ minket szóval. Ádámkát le kell rendezni. Ádám az kíváncsi. Ide. Kíváncsi, hogy hogy jött létre. Nézd meg. Már megint kötekszik, bazd meg. Hoppá, bocsánat. Nézd csak, gyere Szabi, itt vagyunk, meg vagyunk. Mit csinálsz a szeretőmmel? Tuki megvadult! Féltékes lett! Neked esett, Szabi? Ja.
Na gyere, Dugi, ezt le kell boxolnunk akkor. Várjatok már meg, hagyd nézzem már legalább. Le kell boxolni. Meghalsz, asszony, meghalsz! Meghalsz? Meghalsz. De nem áll, bazzik. Hogy? Csumus, melyik városban vagytok? Segítség! Kim van Hornban? Van Horn, jövök. Nem tudok rálőni a Csimuszra amúgy. Azért már az édesanyád. Csak egy dolcsi volt Van Horn, teljesen valami. Jó. De a Csimusz miért tud engem lelőni? Ha én nem tudok rálőni. Rossi vagyok. Hátba lőtt. Mit csalsz? Mit csalsz, ember? Gyere, Ádám, boxoljunk egyet, hol vagy? Gyere. Most ki kell lépni a posszéból. Nem vagyok bent a posszéból, hol vagytok? Hát a... Ja, nem Ennisburgbe, bocsi. Nem Van Horn, hanem Ennisburg, bocsi. Ennisburg, ja. Ja, de jó. Csupusz, ezt az $1, ezt biztos adom tőle. Jó, mindenféleképp. És itt most hol tudok fast travel-elni? Ez direkt csinálta a pali. Roppantsuk le, mint a még tagját, Csibusz. A dugi hullájának. Nézzünk egy térképet, hogy hol tudok fast travel-elni. Nem. Mennyi nem? Mennyi nem? Úristen. Szóval akkor Venice-be vagytok? Ennisburgbe. Jó. Csibusz, megint rossz helyre küldesz, akkor nagyon nagy probléma lesz. Nem úgy Valentine-be vagyunk. Oké, jövök. Azt mondja. Hát egymás mellett olvasunk. Mondjad. Igen. Venice-ben nem is lehet át. De tudod miért, tesó? Mert éppen vittem a hullátot a hátamon. Persze. Venice-ben nem is lehet át. Jó van. Most kicskapcsolom egy kicsit a mikrofonomat, jó? Semmi para. Kicsit beszélgetek itt. Csak nem lát. Jó, jövök. Na, miért nem tudok vásárolni, szaszi? Mert... Azért, mert balhéztok, jaj. Mert te vagy itt a fő kolompos. Na jó, akkor. Fő kolompos. Amúgy én tudok. Én is tudok. Azért amúgy nem azért, de... Csimusz, te most olyan szajha jellegű vagy? Az anyádról beszélsz még mindig? Amúgy igen, ezt nem... Mi most mindenkivel Csimusz a egyetlen lékoztunk. Már, fejezzétek már be, nem tudom kik azok a buszok. Nem én lövök valami buszok. Ja, vágom mi szék, MP-szék. De hát akkor is. Magatokra haragítottátok a várost? Hát egy kicsit, de... Vandalizmus, jó van. Legobtam boltával. Te, szőrös buksó. Ez jó volt. Na ide értem. Most értem ide. Ez a nevetés amúgy nagyon ilyen szotyi feeling volt. Nekem Ádám kell. Hol vagy Ádám? Jó, Szabi is jó lesz. Nem gyere, Szabi, meg. Boxoljunk egyet. Én jövök veled boxol. Dugi ez konkrétan nem ismeri a fair play-t, nem is... Hallod? Meghalsz, most meghalsz. Ne. Annyira meghalsz, hogy ennyire még te soha nem haltál meg, jó? Megöllek is. Hallod, Dugi? Ezt nézd? Megúsztatom a lovadat. Szép voltál, a lovadat fennakasztottam. Te szemét. Isten, mindenki engem lő. Megérdemled. Na jó, öljetek meg. Nem tudnak megölni. Hát nézd meg. Csak nem, nem boxolni akartál amúgy? Hát
tényleg rohagy meg, hát én rád se léptem, én most csak sétáltam. Szedj is fel. Na, most is féreg. De most mindenkit is megalap. Igen, Krisztus. Van. Na. Mi már fel erre a lóra? Ez ki? Na, zaklasd a lovamát? Na, lőj le most, hülye gyerek. Gyere. Támadj. Ne kapsz egy akkora kokit. Támadjatok ti. Kisunyulott hátul a hegyen? Csimusz! Annyira tudtam! Hogy lehet-e semmi? Nincs megállás. Azon állvonaton? Azon nincs fék. Gyere ide, bazd meg. Ki de már mindenki engem lő az NPC-k is, ez így nem jó. Dugi, te szemét az a rohadt dupla pisztolyod, de na mindegy. Legalább. Olyat hogy lehet venni? Hát, de neked még sehogy. Ahhoz játszani kell a játékkal. Nem tudom hány az szinttel engedi. De várjál már, én nem lőhetlek titeket. Hát igen. De miért? De tudsz, csak nincsen autóim. De nem enged rád lőni, például a Chimusra nem enged rád lőni, én kis ez világos szürke lesz az aim. Tehát ha be is célozlak, akkor sem engedi, hogy rád lőjek. Na. Szabi, merre vagy? Van vagyok a boltba. A boltba? A boltba. Ha mindenki engem akar, hát az... az egész város rám agrózó. Úgy csinálhatnánk még egy ilyen bounty-s küldetést, rácok. Nem. Mintha bajom lenne ezzel a... Igen, lehet. Jöjjünk meg mindenkit, mi szarjuk le egymást, stb. Na. Behívlelek és jöjjetek, gyertek le izé, lejátsszuk. Gyere Dugi, leboxoljuk. Jó. Én leszek a bíró. De várjál, mert itt ezek a rohadékok lőnek engem. De... Állíts el magadon. Nem téged lőttelek. Állíts el magadon, öcsi. Az NPC-ket lövöm. Nehogy lelőjél. Ja, ez a Dugi. Kaszom. Most ittad meg a pósrödet a rohadék. Nem, kaját ettem. Kaja volt. Lőjétek már ezt a... A fejem fölött lőttél. Ebben nem lesz box. Ádám, ne engem lőj, már te rohadék. Hát nézd meg. Dugi, te öltél meg. Nem én öltök meg. Hát azt írtak, hogy Blood of God. Én öltelek meg. Hát akkor... Úristen, nagyon magát. Sokan vannak. Nagyon. De hallod, engem a végén véletlenül meglőnek. Jó, megoletem magamat, rám jönnek. Úristen, bújjunk össze. Gyere. Üresd meg magad. Give up. Azért még belelövök egyet a hulládba. Milyenkor a tendi? Csumuszadik keresel valami jó izét? Küldit, amit tudunk nyomni. Adod, Adam. Ezt... Mondjad. De én csak figyelmeztető lövést adtam, nem megölni akartalak, hagyjál már. Persze. Figyelmeztető persze. Lövés. Hallod most ne szólj bele is. Itt. Hát most engem is üldöznek, hát mi a szar? Azért már lövöl. Ne szóljatok bele itt a családi perpatvarba. Ó, Istenem. Á, rohadt élet. Megölettem magam. Ölesd meg magad gyorsan. Dugi. Még mindig követsz. Csimusz, Istenem. Folyamatosan benyomom a kajámat, hogy visszamenjen a HP-om, hogy a Dugival tudjak játszani, érted?
Hagyjál békén. Nem, mintha nem sütöttem volna múltkor egy hónappal ezelőtt, másfél órán keresztül a dugival a húszokat, amiket lőttünk, de azért elfogynak. Hallod engem, össze-vissza püfölt a csávó, nem tudott megölni. Meghaltál már? Most már meghaltam, de hallod egy ilyen, nem tudom, egy 10-szor biztos pofán jó. Baszott a... Na gyere, itt vagyok lánt. Hallod? Na. Véletlenül benyomtam egy potion-t, van potion-ed? Nyomjál be itt is egyet. Megbenyomtál egy potion-t. Na, nézem én itt. Legugoltam. Nézem a... Nyomjál be te is egyet. Benyomtam. Jó. De most... Ha megint üldöznek... Azért, mert az csimuszék lövöldöznek és egy posszéba vagy velük. Jó, boxoljunk, boxoljunk. Várjál, várjál. Jó, mehet, mehet, mehet. Kés volt nálam! Kés volt nálam, sorry, de sok. Nyakorszúrta. Levadásztam, mint egy Ádám. Rohadt szemét. Hát nézd meg. Igen? Csak amerikai fociztam veled amúgy. Késsel a kezébe, amerikai fociztott a pali. Hát te sem vagy. Hogy? Na gyere, csimuszom. Ne, ne, tedd el, tedd el! Erről van szó. Öljetek meg, gyerünk! Széttálom a karomat. Van ebben a városban is tálló? Nincs. Nincs. Megölted? Na. De most nem jó. Most el kellene vennem egy is tálóba. Mit csinálsz? El kellene vennem előtt egy is. Tesóm, ja. Miért néztél? Nem tudom, még meg akarom nézni őket. Jövök veled, én. Jaj, de most engem miért izélnek? Egyen lejjebbi városban van istáló, ahonnan jöttem. Ahova a Csimusz küldött Mahonba. Gyere. Most engem miért lőnek? Azért már egy posséba vagytok. De ott ja, de itt feljebb. Van. Igen. Tele. Jövök én is. Hova megyünk? Mennék, csak a Csimusz nem hagyja, hogy haladjon a mondtam, stream, vagy bármi történjen. Mondtam, hogy le már kell boxolni. Már hatszor visszaadtad, jó van? Megyek az istállóba. És előbb leboxoltuk, az egy dolog, hogy nem tudtad levédeni azt, hogy folytogatlak, jó? Ja nem, amúgy le voltam némítva, most sem észre, de mondtam még mielőtt ellöktél, mondtam, hogy ha most ellöksz, akkor egy szánalmas kis féreg vagy. Az a baj, hogy nem mondtad, mert le voltam mutatva, látod? Nem baj, ettől érvényben van a hatása, hogy szánalmas. Dehogy van, dehogy van. De amúgy is az vagy lényegtelen. De. De. Melyik ennyi. Egyen lejjebb van honnan az istálóhoz megyek Szabival, és hát igyekszem oda menni, ha a Csimusz nem öl meg. Én is most már nézek egy lovat. Hallod? Kívül mögöttem. Ádám. Ádám! Ki gondolta és volna, hogy... Ott. Nézem fél órája... Csimusz, fejezd már be! Elrakom, és itt ül mögöttem a faszi is, meg se szólal. Nem hiszed ám. Csimusz, fejezd be! Fejezd be! Szóljatok már rá! Nem, nem, mit csinálják, drága? Menjek te Szegedre, várjam meg! Gyere, papa, várlak. Na, én csak egy nyomat lovat akarok nézni, jó? Pont itt van a... A lóistáló. Most kajakizik, kidobott engem a lóval. Engem büntet a játék, srácok. Random egy ló keresztül szaladt előttem, ami senki nem ült. Az igen. Az igen. Na, milyen lovat vegyek? Hát te neked. A cigányt. Amúgy. De tényleg van gypsy ló, nem? Van gypsy ló, jaj, jaj. De ez nem olyan jó amúgy, szerintem. A magyar ló. Veszek egy vagont. A magyar ló az szar. Ki gondolná? Na, erről hátrafelé az a... Mint a... Tök nagy szint kell hozzájuk. Igen. Buy horses. És milyen lovat vegyek? Riding, draft, race, war, work, multi. Három negyedre nincs is kinyitva.
Tudod, hogy gondolkozz. Én 66-os szinten olyan lovat veszek. Szívra szakad. 66-os szinten, Tugi. Szükör lesz a 66-os faszi. Holnap. Nem tudom. Hát majd amikor eljön az idő. Van egy ilyen rewardom, hogy ingyen tudok egy lovat kihozni. De basszus, most $150 az nem valami sok. Most nem ilyen, nem hozott, nem használom fel. Úristen, ez milyen jó, szép. Mondjuk van egy 500 Berlino andalúziai, szoké. Isten, milyen gyors lovak vannak, te jó ég. Ne is mondd. Ez nagyon durva. Áh, nem is nézem, mert itt sorgatod. Van olyan, ami $1000 kerül, srácok. Úristen. Igen, azokat néztem. Szóval van. Melyik a multiba? Oh. Gypsy cab. Azok a lovak kellene. Superior. Collectorról, nem? Ez a trade rollos. De ezek nem jók annyira. Superior. Naturalis 3 kell. A Gypsy cop. Ezt a Superiorbe, ezt a fehéret, ezt izé, az jól néz ki. $850, 66-os szint. Jó, nekem farmolnom kell a Moonshiner-ös dolgot, és olyan lovakat tudok kiszedni belőle, Szabi, hogy hihetetlen. Úristen, tök jók. Én Mustangot kiszedek. Ez jól néz ki, ez tetszik. Foltos, kis foltos. A naturalista kell a izé gypsy ló, nem? Vagyis ahhoz van. Halljátok! Azok nem olyan gyorsak. Megvan, melyiket veszem. Menjetek be a multiba, van a Turkoman. Micsoda? Turkoman? Turkoman, ja. És ott valamelyiket. Az $1000-osokat? Aha. Tesó, ingyen ideadja a játék. Ingyen ideadja a játék. Van ilyen rewardom, hogy ingyen tudok venni egy lovát. Az komoly. De hallod, Szabi, akkor ne ezeket. Menj bele az izébe. Amelyik a Norfolkosok között. Azok gyorsabbak. Csak el kell érned a 20-ast. Azt kifarmolod, tesó, ha megvan a Moonshiner-öd. Azok gyorsabbak, nézd meg a speedje egyel több. Hát, egyel. De az, ez ennél gyorsabb nem lesz a játékban. Mire kihúzom 20-asra? Nem is foglalkoztam vele, és már izé. Nem is tudom, hány az szinten vagyok. Ez is tök jól néz ki, csak 18 gold, Istenem. Van egy olyan, ami is, hogy 30%-ot levesz. De ezeket én miért nem kapom meg így, vagy én nem értem? Tudom. Kár, hogy nem gyorsabb, pedig jól néz ki. Csumuszon, merre kell mennünk, hogy izé nyomjuk a következőt? Nem tudom, de én szerintem lépek is. Akkor Szabinak kell indítania, nincs mese. Már is lépsz, de sőt. És ennél a Turkomannál csak a izé gyorsabb a Norfolk. Aha. Az arab. A szedülök azok adnak extrát a lóra? Aztán van olyan miatt pluszt, ja. Simus holnap, mikor leszel? Esti órákban. Jó. Várható leszek. Dugi, te holnap mikor leszel? Hát úgy, mintha kb. Ó. Simus, nem azt mondtad, hogy holnap nincsen órád? Nincsen. De tudod, ja. Dolgom az van. Special saddle. Jó, ez jól néz ki. 375. Ó, pedig gondoltam, te holnap reggel jössz, vagy délelőtt. Nincs annyi gold, a világ gold már, nincs annyi
dollár a világon, srácok, amennyit ezekre a lovakra lehet megkövetelni. 375. GTA cosplay. Hát igen. 375 dollárért találtam egy olyan nyerget magamnak, hihetetlen. Na. De rádám pattanyát hozzám. Gyere, értem. Itt vagyok mellettem, csak le kell szállnod a lóról. Hol? Csimuszon ülsz, vagy Csimusz mögött ülsz. Mögötted vagyok. Fordulj meg. Itt csak a lovad van. Akkor szállj fel a lóra. Oh. Láthatatlan vagy? Így van. Ezek szerint láthatatlan vagyok. Na, hát nekem kölyök láthatatlan vagy. De ezt hallod? Várjál, maradj így. Ezt lefotózom. Dugi, te sem látod, hogy itt vagyok a lovon? De én látom. Mi? Itt vagy. Akkor jó. Semmi probléma. Na jó, srácok, Isten áldjon titeket. Jó legyél, Csimuszom, szép álmodat. Cső. Ciao. Cső. Szabi, indítasz egy legendárit? Tessék, beküldtem. Én elhiszem, hogy Mindjárt. Láthatatlan vagyok. Szabi közben megveszi magának a legjobb lovat a játékban. Nem hiszem. Tele van a pali. Nosszad! Tényleg láthatatlan. Ó, megint be kell waxoznom a hajamat. Dugi, hogy volt? Mit kell nyomnom? A statue, a jobb nyíl tartása. Ugye ott a mancsodra kell elmenni. Ott lesz. Tényleg. Még hatszor meg fogom kérdezni. Leveszem a kalapot. Így azért, ha már bele van lőve a haj, akkor tudjuk is, érted? Na jó. Ilyen nyomasztó zene van. Jaja. Kéne csinálni valamit. Ja, ki kell lépnünk a posszéból, amit a Csimus csinált, és csinálni kell a Szabinak egyet, el kell indítania. Van posszém. Hát azt mondom, csak indítsd el. Most hova tolatsz? Visszhez. Duki, ma még nyomunk egy borzont? Hát, attól függ majd, mikor hagyjuk abba ezt. De majd meglátjuk. Van egy csém, mi van? Dere, Szab, izé, Szabi már, Csimusz. Hiába lődösel. Nem már. Látod, na mi legyen? Megvédett az unokám. One shot volt. Indítasz egy legendárit, Szabi? De várjál. Na, csak meg kell mennem a bounty porthoz. Meg a posszédet indít. Score! Jó, csináld meg a posszédet. Na szart! És miért vagy láthatatlan? Nekem is eltűnt az Ádám. Aha. Igen. Nem tudom. Mekkora átkapott a Csimusz, úristen amúgy. Ja, várj, nincsen a revolverem. Na, nincsen invite-om. Nem kell, ja, Szabi, be kell hívnod az Ádámot a posszéba. Nyomunk egy üzé párbajt. Mit? Egy revolveres párbajt. Én már nem akarok többször meghalni. Mindig vissza kell futni. Vaj, az a baj, hogy... Csak a dead item-om be. Jaj, ne, meg fog lepülni. Meg ne vegy. Majdnem. Jaj, ne. És hova lett ki rádem? Te se látod Ádámot? Nem, de nem is beszélni. Nem. De beszél. Hol vagy? Nem tudom. Itt Szabi állok el. Ádámnak invite-ot a posszéba? Küldtem. Akkor joinoljál be Ádám, te is. Várj, ja, én még nem vagyok benne, basszus. Még csak én meg a Szabi vagyok benne. Most
Ledobott a multi. Akkor még sincs itt az Ádám, látod? Milyen nyárgád van, Dugi? Itt tök csak 3 dolláros van, nincs a legendary. Só, amikor ti már nem ja, játszik. De van. Miért nem lenne? Nem jöttetek le, de az én itt tevékenykedtem azért. Zolti, jól néz ki ez a nyereg. Azért van itt így felszerelve a Dugi. Ez a van? Drága volt, nem. Vagy de abból van, igen. Azért is van is. Nincsen invite-om. Nem tudom behívni. Olyan, de nem hülyeskedj, mert meghívtalak. Hívd meg még egyszer, meg kidobta a multi. Itt van egy invite is. Nem tudom behívni sajnos. Na, most. Mennyi pénzed van, Krisz? Nincs sok. 134 dollár. Az igen. Ez tényleg nem sok. Kell egy postára, jössz valam, Dugi? Ja. Ki kell szednem még lőszert. Hú, de nekem is kéne menjek. Minden cuccot is. Várjatok már meg. Mivel várjunk meg? A postával? Nekem is kéne postára menni. Ha. Itt vagyunk a Dugival postán. Itt vagyunk. Én is örülök, hogy látlak. Jó, elrakom a fegyvert. Remélem, van olyan lőszer, ami kell. Tesó, ez nagyon para ez az albino csávó. Ez explozív. Fenébe. Van itt bolt? Ez ugye olyan bolt? Itt lehet lőszert venni. Bombát lehet venni nála, azt hiszem, azt tuti. Lőszer nincs? Szerintem azt is lehet kapni. El lehet adni valamit? Ja, ezek szerint. Nusányt lehet nála venni, de az kell a fenének, hát nekem is van. Aranyfog. Hunter hatchet. Mi ez a 490? Special horse medicine. Ja, hogy ez egy recept? Csíkos. Nincs nála izé. Nekem lőszer kell pedig. Még ne indítsd el, Szabi. Most írtam be Vargát. Jó van. Gyorsan veszek lőszert és mehet. Van itt bolt? Nincs. Jó, akkor nem hozom ezt a fegyvert, akkor a másik fegyvert hozom. Dugi, emlékszel a rakküldetésre, amikor ide kellett jönnünk, és a kocsmába kidobáltuk az ablakon az embereket, meg megvertük őket. Az nagyon jó volt. Most itt verekszem. Ki lehet dobálni az embert az ablakon? Aha. Aha. Az volt a ki lehet rabolni az izébe a szalomba a pénztárgépet? Biztos ki lehet. Nem tudom. Így kötözkedjél velem, köcsög! Na most izé, rákabíroztak, miért balhéztok, srácok? Most már engem is lőnek, de jó. Nem, engem nem bánt. De pirosan mutatja őket. Én ebből a harcból kimaradok, srácok. Jó. Kereslek még téged, Ádám? Engem nem kerestek. Akkor jó. És ide googolok. Jaj! A civilek azok. Kere, menjünk ide a fűbe. Dugi, mit kapott? Na most engem lő valaki. Na. Nehogy felszállj. Nyugodjunk most már meg. Ja, amúgy. Ne balhézzatok, nyomjuk a cuccot. Van már lőszerem. Megyek, eltemetlek. Á, ne temess.
dobja tengerbe. Jó. Ez komolyan nyakon szúr. Most, hogy bevégezted a dolgodat. Ja, ez vicces volt. Azt hittem a Krisz szúrta le. De mondj, most miért piros az, az Ádám? Már nincs bent a posszéba, mert... De te hívtam már kétszer, Gatsz. Jó, de nem lépett be. De bejoinoltam már. Meg benn is volt az előbb. De bejoinoltam. Mindjárt kiderül. Mindjárt kiderül, hogy bent van-e. Azt írja, hogy bizony. Nincs bent. Nincs bent. Bizony vagy? Nem tudom meghívni, azt írja, hogy bizony. Azért, mert már egyszer meghívtad is, mert bent volt, csak Ádám be kell visszajoinolnod a posszéba, balra nyíl. Bedobta. De most mi a faszom történik? Balra nyíl, posszá. De most tölt valamit. Meg te se vagy már ott. Tudom, én most kiléptem, hogy meg tudjam neki mondani, hogy mit kell csinálni. Szurkáljuk. De én tudom, hogy kell belépni, de nem tudom most mi a faszom van. Mit baj is, hogy van, srác? Szedd le rá. Jaj, de... Jaj, de ügyes vagy. Jaj, de ügyes. Most izmosan valamit tölt. Ja, tudnám, hogy mit tölt. Az egyszerűen... De amúgy bent vagyok a posszéba, az lehet, hogy számít, hogy így nem tudod meglasszózni a Krisztost. Ajaj! Most miért lőttél rá? De jó, most megint én nem lőttem rá! De hogy? Te soha nem újraindítom a játékot. Előttem lőttél. Nem lőttem, ők kezdtek el lőni, tesó. Valami Master Archer startba vagyok. Ez mi a tököm? Hát nekem az kínai. Ah, de végre van ilyen. Azaz, Krisztus, azaz. Hányas szintű vagy, Dugi? 36-os. Ádám, siess vissza, mert nem érünk rá itt egész nap. Jó, jó. Nincs friend of fire. Kár. Nem lát meg lasszózni. De még lasszózni se lehet, hogy csin. Dehogy nem. Akkora, de jól lehet. Ez kinek a lova? Ez a fekete? Dugi. Jól néz ki. Figyeld, milyen nyereg van rajta. Azt nézem, gyémántból van a fasz. Dugi az direkt, nem játszottunk már rendet, de ő még attól függetlenül nyomta hónapokig. Meg tudsz hívni most, Szabi? Nem kell már meghívni, ha be tudsz jönni a posztjába, kiírja az izék között. De mondom, hogy nincs itt az invite-oknál semmi. Én lefotózom neked. Ne az invite-ok között keres, hanem a bemész posszá is, ott írja ki Ádám. Nem hiszlek el, Ádám, nem hiszlek. Mi vagy életkép talán? Igen, posszá, de nincs itt. Azt se írja, hogy benn vagy a lobbiba. Először joinolj ránk. Ó, Jézus. A francek között keres, meg Szabiat ki fogja dobni, és úgy hív be. Hívd be te. De én nem tudom, nem az én posszém. De a lobbyba be tudod? Én a posszaim mellett mondtam úgy, tesó. Most joinolok. Oda. Ja. Bocsánat. Semmi baj. Körülbelül negyed órája várunk rád, Ádám. Nem baj. Jó, itt van az Ádám, most már látom. Ne öld meg, Dugi. Meg ne öld. Meg ne öld. Ölj meg. Ölj meg. Na már, basszus kaják, mennyi ideje várunk, hát csináljuk már azt a nyomat küldetést. Ádám most már joinolva. Levontak tőlem 75 centet. Hát ez megérdemeltad. Magad amúgy láttam, Dugi, hogy már nagyon készülsz, keresed a fegyvert. Igen.
Persze. Na, most meghívhatsz. Szó, megnevez, megnevez. Szóbi, ki van rajtad? Hoppá, miért nem tudtam felülni? Ez a dugó. Azért már nem vagy bent a posszéba. Ja. Engem pakolgat. Ádám, Ádám. Mondom, hogy kell belépni a posszéba. Balregél. Figyelek. Possze. Igen. Igen. És ott kiírja a Posse Nerdy. Vagyis Nearby. Már beszélni nem tudok, na. Ez itt ilyet nem ír. Szabi, küldj már neki egy invite-ot. De már küldtem! Most küldtem! Nem tudok na, az most jött küldeni. Meg! Az most jött meg! Na, megvan. Most ebben a pillanatban nyilván. Mindjárt idegbeteg leszek kb. Már. Szabi meg meghal. Miért nem szedted föl? Istenem. Hoppá! Szegény ló. Nem hiszem el. Na. Gyorsan nincs valamit, Szabi. Az a 20 perc, az a 20 perc volt. Meghívsz még egyszer, Szabi? Mi? Nem hiszem. Azt hittem nem vagy benne. Hagyjál már, Chris. Vagy, jede. De nehogy ledobj Ádámot, akarom leszed. Ezt amúgy nem értem. Tuki! Sebződök, ne csináld! Be akartatok vinni a vízbe. Miért van friendly fire? Szerintem van. Most milyen lőnek? Azért már Ádám fegyvert kapott. Menjünk most innen, nem. Menjünk innen. Nem lőttem senki. Indítsd is rá, indítsd rá. Újat csináljunk, vagy olyat, amit már csináltunk, csak nehezebb van. Valami újat, valami nézzük újat. Nézzük valami újat, én. Zilab is újat csináltunk, hallod, nem lehetett megölni a palit. Nagyon durva. Random elindítok egyet. Tök jó lesz. Jó. Hallod, Krisz, ugyanazt indítanál, amit a Csimusz. Akkor legalább meg tudjuk mutatni, hogy meg tudjuk csinálni elsőre és találni. Ja igen, tényleg. Ja, se hiszem, elindult. Eljutottunk irányi idő után. Jó van ezt már. YouTube-ra úgy rakom fel, hogy meg kell vágni a videót. Szabi, jó étvágyat a tömöghöz. A Szabi tesó, hogy kell megölni, hogy el kell kapni a Szabi tesóját. Ja, tesó, az full úgy néz ki. Az ikertestvéred. Hé. Istenem. Ádám, a nagybátyádat kell elkapni. De ugye vagy Ádám, az táj csoki lett. Nem tudom, mert amúgy meg nem néztem közelről. Hát ja, de azért nem méltó a Szabira. A Szabi az sötét, mint a... az éj. Mint az éj, mesem. Mint az éj, mint a pákó. Ez jónak tűnik. A vonaton leszünk. Remélem. Hát, ha bár nem hiszem, hogy vonaton leszünk, de remélem. Ez bejön ez a vörös szett. Jajjá, nem az. Arra még gyűjtögethetsz egy kicsit. Hát szerintem mi is. Na nézzük. Nem hiszed el. Ádám az... Van az a film, az a... Milyen az élősködőnek a szinonimája. Nem tudom. Na várjál már, mi van itt? Ja, itt van bent a faszi. Toszi. Na ez az Ádám apja igazából, nézd meg. Jó, ne öljük meg. Most fegyvert kell ráfognunk? Nem. Ja, végül is van egy kis hasonlóság a Szabi meg közt. Semmi között hozzá.
Szabi egy pillanatra félrenézett, aztán utána vissza izé. Na, akkor mehetünk tovább. Ki tudok mászni az ablakon? Nem. Nem engedte. Na, mehetünk a vonatra. És tényleg vonatra. Ádám, hogy átkarol, milyen aranyos. Jól fogd a derekam, Ádám, jól fogd a derekam. Gyita! Gyita! Menj a lóról. Elrakom a fegyvert. Te vagy a tüzér. Gyorsabban. Ne lassálj. Ketten ülünk egy pónin, szerinted mennyivel fog menni? Bezzeg a nagyfiúk itt ketten elől. Na ja, lovagolnak a vadnyugaton. Nem tettek róla, hogy a nagybáty... A fél nagybátyám, hogy hívják azt, amikor az apádnak a, az apádnak a fél testvére? Én is gondolkodtam. Az a nagybátyád? Mostoha nagybátyád? Azért nem az minden nap viszél a nagybátyádat egy körre, nem? What are you doing? Step uncle. Ott a vonat, itt a vonat. Ne fütyülél szádám. Várjuk meg őket, vagy nem? Jajaj, várjuk meg. Nem muszáj. Jövök csak. Ha itt jönnek, itt jönnek. Csak ez a parazita nem akar leszállni a testemről. Én vagyok Venom. Így van, menj mellé. Ugorjál. Nem tudok még. Mi? Nyomjatok be izét, na. Potion srácok. Egybe ellőnek. Úristen. Olyat kaptam. Vigyázzatok nagyon. Jó, az ültetni magukba a potion-t. Ki ott a vonatka? Jáldan. Ki lenne? Nem én írtam az ellent. Az ellent. Itt egy alattunk kettő. Ádám, ha nem állsz elém, lelövöm. Ott van a vörös. Az nem az. Van segítő, de szerintem én... Szerintem több olyan van, amelyiknek ilyen vörös a... Leütöttem a pisztolytussal, vagyis a puskatussal. Ott van elő, de valaki lelőtte. Ádám, megölted. Az a lényeg, Szabival előttem. Mi? Nem itt lőttem le azt. Megöltétek a bounty-t. Ja. Tök mindegy. Akkor így adjuk le. Mindegy, ja. De nem tudom fölkapni. Ezt ledobom a vonatra. Tudjál, mert... A piros ruhásat hogy öltétek meg, érted? Hát nem hiszem el. Több piros ruhás van amúgy. Itt van még egy piros ruhás. Nugi, lelövöd a izéket? Akik itt vannak. Hívom a lovamat. Jöjjön már a lovam is, hát hülye. Yeah. Én leugrok a, a vonatra. Oh oh. Légyszer ne üssel a vonat, ne üssel. Csak előtt. És jön a lovam, vagy nem? Hát, öcsém... Megáll egy helybe, gyere már, te barom! Az enyém hol van? Na jó, ezt nem hiszem el, hallod. Nem jön a lovam. Az enyém jön. Remélem. Hú, nem szeretem, amikor fogyatékos játszik a ló. Melyik az a játék, amikor egyáltalán egy ló normálisan működik, és azt csinálja, amit szeretnél? Hát, az meg a másik. Gyere, pakold fel erre! Jó. Ezt már úgysem tudod, de akkor állj meg! Ha megálltam. Szabival, Szoszi? Annyira tetszett neki a vonat, le se száll. Megöltem mindenkit a vonaton. Szép tesó. Csak nem jön a lovan. Tied jött, Dugi? Nem, nem. De hogy is.
Miért is jön? Remélem 6 kilométerre van még tőlem. Mindjárt fogok inkább egy szarvast és azon oda lovagolok. Mindjárt ott vagyunk amúgy. Adjátok rá. Jaj, adjuk. Szépen lassan begyalogolunk. Add le gyorsan, mert kint vagyok a sivatag közepén is, itt sincs a lovám. Ádám, gyere. Nem akar jönni. Köszi. Na kíváncsiuk, hogy így mennyit kapunk. Nem sem ennyit. Ez nagyon vizd ez a vörös ruha. Még mindig. Kíváncsi leszek nekem, úgyhogy mennyit ad. Hát nem túl sokat. Sajnos. De ugye ez jó volt ez a küldi. Ja. Ez ilyen egyszerűbb. A másik sem volt túl bonyolult, amivel szenvedtünk ja. Egy csomót. Persze, amúgy az sem nehéz amúgy, de hát... Ja, balfaszok voltunk. Hú, de meleg a tűz. My god. Ezek mindig epikek, amikor így... Eltűnt a tűz. Ja. Hova lett? 27 dollár. $27. Azért nem olyan rossz. És a 0,34 arány. Aha, az jó. Nem rossz. Most képzeld el, hogy jól kaptuk volna el a csávót. Hú, Ádám, hallod amúgy... Erre veszek lőszert a jó fegyverembe. Itt szóval elővöldözzetek, hagyj vásároljak. Jaj, a katalógus. Azt mondja. Szegény duginak állandóan a lovát elviszem. Ammunition. Revolva is kell lőszer. Jó. Veszek be öveget is. Ezek itt verekszenek. Ez kurva jó. Beszállok. És minden részben is leszek. Mi az, hogy nincs? Jó, akkor ilyet veszek. Ah, itt van Bounty Hunter. Nyilat is van, nem kell, basszus. És pont egy temetőbe respawnoltunk. Na, meg vagyok. Innen tudsz indítani, Szabi, kövit? No, persze. Gyere oda, viszlek. Istenem, mekkora átesett a karakter. Ez nagyon közül van. Melyik? Melyik? Bounty Hunter-es. Erre még gyűjtenem kell egy kis szintet. Na. Úgy nekem is van Bounty Hunter. Ja, még egyet tudsz indítani? Igen. Azt meg hogy? Hát máshol vagyok. Nem, ez 3 dolláros. Az jó, az is jó. Ja, az is jó, az is jó. Maradj a lovadon, Ádám. Ez most miért szállt le, gazdag? Hagyj fejlődjön a lovadnak a sztaminája, soha nem lesz vele a ló.
Atya! Beakadtam. Jó, most már jó. Rendes, kiajtam a lovam lelkét. Amúgy az enyém is úgy szakad basszus lihegni néha, már szív leszakad. Ma feltömtem órára egy Pablót, mert hallott a show. Ugye eltömtem tegnap kettőt belül, és volt két szárított, de azt a két szárítottat mindkettőt feltömtem kétszer, és mindkétszer megvágott. Mondtam, háromszor lehet tömni egy Pablót. Nagyon vicci. Ez... megéri. Jó, de hát olyan erős basszus. Alig bírom. Meg ráadásul ugye elfogyott a szárított, kellettem nem egy eljártasóhat, majdnem lefolytam az asztal alá. Ismerős. Gélyem volt. Most úgy csinálom, hogy este feltömök egyet lefekvéshez, hogy legyen reggel órára is szárítottam. Az szoki. Mondjuk nem rossz. Au. A hullát megnéztem. Hop 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 hop. Kivált lootolni. Oh, ajaj. Segítsetek. Ah, yes, sir. Orvadi. Mi ez? Mi történt? Megtámadta a dugit egy leopárd, vagy párduc, vagy akármilyen állat. Hát pedig rögtön lőttem, dugi, pedig rögtön lőttem, esküszöm. Hallod, hol van bajni? Szétlövöm. Hát ezt már nem fogod. De hogy nem? Eltemetlek, dugi. Elrakom a prémiét. Hát nem szégyelni magát. Hogy rád vetette magát? A bokorból ugrott, hallod? Jó, elolvasom a... ...mot. Na. Mehetünk tovább. Már bazd meg, nem ezt a lovat akarom. Jó az. Nem állsz, hittem legalább fejleszted a lovomat. Valószínűleg majd a dugja telóadat is akarja fejleszteni, amikor a sajátját már kifejlesztette. De a, hol merre mész, Ádám? Hát a sárga csík után. Hát ott át tudsz vágni. Én még nem érti a reddedet. Ó, de jól néz ki ez a játék, basszus. Amúgy hány éves és még mindig milyen jól néz ki. Na jó. Olyan aranyos volt, Ádám stream előtt még itt beszélgettünk is. Mondta, hogy hú, már várja a GTA 6-ot, meg majd a izé, kíváncsi, hogy milyen lesz a... mondta. Hogy milyen lesz a multia. Hát arra még várhat. Ajna. Uha. Hát, de mit csinálsz? Hát arra nem lehet felmenni. Tizé lesz. Nagy piff-puff, szerintem. Várjál minket, mert te vagyunk maradva. Várok. Szaradugi lova. Nagyon nagy harcok mennek. Vezetheted a sajátodat. Nem jó ez amúgy. Ez jó az a hely. Itt van az első részben az első küldetés, nem? Igen. Hallod, de hajtod a lovamat. Ádám. De fulladásig nyomod. Neked is szia, zsombor. Halló. Na. Belezzünk ki mindenkit. A szoszik, mindenki is. Meghalt. Hát ketten voltak. Ja, bocs. Hát itt nincs semmi izgalom. Hol kell bemenni? Főbejáratom. Hát the bandit. Mi a szar van most?
Ja, a hullát át kell rájtani, nem? Igen. Hozod a hol hullát? A hulla? Itt van, ez az. Meg a másik itt van. Hozom. Ja, tényleg. Ezt csináltuk régen. Igen? Aha, emlékszem. Amúgy igen, én is. Majd jönni fognak. Úgy néz ki a karaktered, mint Charles szakállal. Igen, amúgy, hát nem mondjuk kifejezetten... Mondjuk ez armor, hát nem kifejezetten ez volt a lényege, hogy így csinálom meg a karakter, de... Nem, amúgy nem volt kifejezetten szándékos. Óvatosan, Ádám. Csinálsz, Ádám. Megfordulok. De el kell bújni. Faszé. Most már várni kell a... Take a cover, és ennyi, nem? Most ezt tök mindegyik. Ádámnak el kell bújnia. Már bújtam. Nem jönnek túl sokan. Ja, de az jönnek. Be fognak jönni, ugye? Úgy tűnik. Elmenekültek a lovaik. A lovaik már érzik a vesztet. Érzik a veszélyt. Jó van, a bounty-t ne öljétek meg. Na, ne öljük meg el. De most csinálhatjuk Snakey-be is. Mondjuk, hát... Várjuk meg, hogy bejöjjenek. Hát ketten bejönnek ide. Jó. A bounty-t ne öljétek meg óvatosan. Melyik a bounty? A bal oldali. Itt van még az ajtóban, meglasszózom. Jaj, ne, megöl, meg ne ölj. Ne, engem is megölt. Mi a szar? Ne öljétek meg. Nem ölöm meg, hát a földön vagyok, valaki megmenthet. Meglasszózom. Kapjátok el. Várjátok. Először lasszózz meg, Szabi. Len előjön téged, vigyázz. Tölt fel a dugit. Jó. Megvan. Amint engedi a... Hallod, nem engedett revival téged, dugi. Nem baj, szokás is. Pillanat, kiírta és akkor nyomtam is. De hát, ilyen ez a pop szakma. Itt a lovam, gyere, dob fel. Hol a lovam? Látod, nem foglalkozol vele és elment. Ez így van. Itt nem is baj. Melyik gombbal lehet leütni a csávót a háromszöggel? Körrel. Körrel. Nem magyarázok. Körrel? Kör. Jaja, azt hittem, hogy itt ugye szakadék van. Úgy leesett a faszi, ja nem. Ja nem. Megnyomunk egy ilyen konzervet. De jó, hogy itt szakadék van. Arra, amerre ti mentetek, ott le lehetett menni? Ez jó lesz. A sztoriát kivittétek a játéknak? Attól függ, melyikre gondolsz igazából, a online sztoriát, vagy a multisra gondolsz most? Gondolom a multira gondolsz. A multira gondolsz, az... Nem, a rendes sztorira. És a rendes sztorit... Ádám még nem játszotta ki. Én még nem fejeztem be. Én még nem fejeztem be. Dugi meg Szabi már gondolom ki játszotta. Nem, én nem. Még te se. Senki, csak én. Nagyon komoly. Na most túl simázok. Na ja, jó. De amúgy szerintem azután az jön majd.
Hát tesó, jelzd is ki, mert olyan sztoria van, hogy... Ja, hát persze, amúgy ki akartam. Rendesre gondolt. Igen, nagyon jó sztoria van egyébként, de hát... Rockstar game, szóval... Az várható is. Na, 0, 24 és 35. Az Gyulik igen, az, elég Gyulik jó, az a gold. Csomó aranyat kaptam. Én is. 35 dolgot kaptam. Én is. Jön a szépen. Lehet már Legendary-t nyomni? Nem, meg nem engedi. Hogy tolhatjuk a... Ádámnak. Ezt lehet, lehet tovább tolni ezeknek, mert ezek közül többet kell levadászni. Jó, toljuk ezt akkor, csináljuk végig. You have done a job too recently, come back later. Ah, most már is csak elindította. Sajnálom, hogy az első rész nincsen PS4-re, azt is jó lenne kijátszani. Lehet, hogy lesz remaster. Valószínű, ezt akartam én is mondani, hogy én... Volt róla szó elvileg. Olvastam róla, hogy lesz. Meg fogják csinálni a remasterjét. Ja. De régen játszottam azzal is. De szeretem ezt a játékot. Nagyon jó játék. A kis csillas. Ez mi az a fehér cucci? Ez egy kutya volt, nem? Utána érted, ide jössz. Kutya. Mit akar ez a kutya? Mondom, valamilyen ilyen side dolog. Kóborgé. Meg még a soundtrack is zseniális benne. Na igen. Na jó. Á, van kapva a vadnyugati feeling. Mi a szar? Haló? A hülye haló? Estél egyet, Dugi? Hát neki mentem egy csávónak, oké, de nem estem le, utána ledobott a lovom. Ahogy essek le. Ha persze. Mi az, hogy már nem esek le, érted? Ilyen dolog ez. Szabi, te már itt is vagy. Ha? Szabi gondolom levágta az utat. Jaj. Jól cselekedett. Eltűntek a srácok, az történt. Mutogat ilyen jeleket itt. A ház fel van dúlva. Dulakodás történt. Véres ruhadarabok a földön. Dulakodás történt. Mekkora nyomozó. Úristen. Tényleg. És úgy láttam, hogy kártyáztak előtte. És a prémium cigit azt itt hagyták, szóval ez jó lesz a Krisztusnak. Meg a selét. Abban van egy csomó, nem is tudok elrakni szerintem. Nézzünk már itt szét, érted? Itt a kaját és meg minden, ez... Prémium cigi, szoki. Nüssz. A tömő. A tömő? Micsoda, nem értem a Rockstar miért nem csinál single player DLC-ket, akár az Undead Nightmare 2-t. A GTA 4-nél jól bevált nekik. Hát, kik vagyunk mi, hogy meg tudjuk ezt mondani, meg nem tudom, igazából szerintem is tök jól működött, szóval nem értem, hogy miért nem folytatják, stb. De igazából szerintem a Rockstar most azt várja, hogy abból szedik ki a legtöbb pénzt, hogy a GTA Online meg a Red Dead Online pörög, inkább a GTA Online, és a abba teszik bele a kontenteket, meg ami olyan kontent, hogy igazából vásárold meg magadnak ezt vagy azt is. Ja. Találtam itt egy könyvet. Találtam szart, emberi ürüléket. Na, meg vagyunk. Megvan a csávó. Kuláját megtaláltam. Istenem. Szóval gondolom a Rockstarnak a sokkal kifizetődőbb, hogy telirakják drága dolgokkal a GTA-t, és akkor mindenki vagy kifarmolja, vagy nem kifarmolja, hanem nincs annyi ideje, és megveszi magának pénzért, ja. Ja. Bár, akkor is jó lenne, érted, DLC. Hát igen, nagyon jó lenne. Vennék az emberek, mint a kiprat szerintem. Meg én is.
Aztán hogy ki tudja, hogy mit fog csinálni a Rockstar. Most nagy a csönd. Hát jó. A hátsókat lelőhetjük, viszont a izére vigyázzunk. Hú, hallod, izéje volt. Machine gun. Igen? Aha. Jó, megvan. Melyik a csávó, várjatok. Lasszózzuk le mindet, az a biztos, az a biztos a... Jó, a másik tesó. Nem. Ez se. Mi a szar? Ja, benn van, nem? Kocsiba. Ne lőjét, ne lőjünk. Jó. Jó, megvan a csávó, elkapom. Lőjétek meg a többit addig. Hopp. Ezek kapták. Kapta, halt. Mi volt a csávónál? A gyere, mi? Pakolt fel. Volt nála snűsz. Nem, de úgyis csak ő is tudjuk. Hát ám lovára rag. Jaja, mert abból baj lesz, abból csak baj lesz. Mondjuk a Blackwater mészállásból szívesen néznék DLC-t, bár lehet az még kijönni a rejtély belőle. Nehéz ez a dolog. Hát igen. Ja, de amúgy van ami jobb, hogyha nincs megcsinálva, érted, rejtély marad amúgy. Abból jönnek a jó kis, abból jönnek a jó kis fun fact-ek. Nem muszáj mindenből megcsinálni a játék beli dolgokat, DLC meg ilyeneket. Ja, meg ki tudja, hogy jön egy új Red Dead, érted? Hát ilyen egyszerű lehetne, fog fel. Csak más sztorival. Igen, persze, hát ez már lerágott szont, szóval biztos jön majd valami új. Ja. Kell tartani egy pár év szünetet. Gyújt vagyok. A tömőhöz? Á, öcsém megbeszél. Á, öcsém feltömött itt mögöttem. Tűzszözik. Te meg az öcsét faszáltam majd. Na, hát, na, ez nem túl családbarát. Igen, bocs! De család, de családom belül mindig, marad a mindig elfelejtem, hogy pörög a stream, aztán... Aztán fájó dolgokat lehet mondani másik. Köcsög. Ez érzelmi lelki. Belelépsz a más lelkébe így. Ez sem családbarát. Már nem tudok mit csinálni. Beviszem a csákót. Én is felveszem a kalapomat, ha már a Szabin van. Akkor most ilyen kalapos maffia leszünk? Mondjuk Ádámnak nincs kalapja. $210. Nekem csak 21-et. 21, bocs. Azt mondom, micsoda? Ember, néztem egyet így. Hallod, meglepődtem, mondom. Azt igen, már 21, és nézem, mondom. Akkor a harmadikat is megcsináljuk? Izomban. Sok van még. Igen? Persze, hát vagy 6 embert a kevedelsz. Csináljuk meg akkor, nem? Így van, ez online. Most. Nekem nincs Bounty Hunt rólom, most gyűjtöm rá a goldot. Nekem a Moonshine van meg, meg a Trader. Azt tudom, melyikek vannak meg. Azt hol írja, hogy most nincs lead a következő nyomhoz. Hol lehet szóval megnézni, nem... hogy milyen rollajaim vannak? Izé, akkor csináljuk az enyémet. Progress nem lenne. Szerintem lesz Legendary-im. Roll. Jó, persze. Szóval ja, nekem nincs meg, nekem a Moonshine van, meg a Trader igazából. Most lesz a következő, az a Bounty Hunter. De mivel hogy így sokan játszunk általában, ezért szétosztottuk egymás között, hogy ki mit vesz meg. Játszók, ja itt van, forma poszter. Felosztom a posztert. Aranyat kincshadászatból tudsz kapni. Arra gondolsz, amikor ezeket a térképeket adja?
Már olyat már csináltam, de most nincsen még térképem. Meg azt is tudom, hogy a mappon egyébként lehet keresgetni térképet, csak jó, nagyon ritka, hogy dob. Behívlak. Nem hiszed el, Ádám, mi van velem? Kilépett a posszívból. Csak az öll leráncsalóról. Mondjuk aggódom a Red Dead jövője iránt. Az első rész után nem játszódhatna, mert akkor jön az első világháború. A kettőnek nem lehet szerintem az előzménye, mert hát az előzmények előzmény az milyen már. Persze azért is mondtam én is, hogy valószínűleg egy tök új sztori fog jönni, valami egészen más helyszín, gondolom. Hát de most már kéne is valami új. Persze. Komácsokat visznek kell. Megkaptad a invet, Krisz? Milyen invet? Ja, dugi posszéba megyünk be? Aha. Milyen neve a posszédnak? Vagy most csináltál egy full random? Amúgy megvan az invite, egyet. Itt van persze. Itt nincsen... Bounty sajnos. Vagy egy teljesen új storyline. Hát persze, amúgy az lenne a legcélszerűbb, hogyha azt csinálnák. Hovarom azt mondta random NPC-nek, ezért elkezdtünk ártatlanokat gyilkolászni. És egyébként ez real, hogy van valami random NPC-nek? Mert én is láttam már, hogy videókat róla, hogy random NPC adja tulajdonképpen, hogyha megölöd, akkor lehet tőle kiszedni, de Dugival egy pár hónappal ezelőtt, amikor ráfeküdtünk és keresgettük azokat a térképeket, de... A kincses térképek. Ja, NPC adja. Igen, én is. Az is adhatja, de nem biztosan. Szét van szórva a mappon, és van egy-két ember a mappon, aki így úgy adja, mintha hát eladja neked, és megölheted őt amúgy, és akkor ingyen megvan. Igen. Azt mondta, hogy egyszer talált random embernél. Igen, a Dugita már találtál? Random embernél? Uh-huh. Talán, nem tudom, lehet, hogy egyet találtam. De nem akarok hazudni. Ne is hazudjál. De elvileg polgárok is droppolnak. Igen, én még csak olyat találtam, ami föl volt rakva, fel volt tűzve egy fának az oldalára is, ugye nem is jelölte a térkép, csak mentem random is jelölte a fa. Hát csak ez van, srácok, de akkor elindítom akkor, ha már megcsináltuk. Ide fogtok spannolni, nem? Igen. Jó. De vannak néha fákra is felszolgálva. Igen, én olyat találtam. Meg ugye, amikor szintet lépsz időnként, akkor szokott adni. Csak nem tudom milyen időközönként, talán 10 szintenként? 10 vagy 5. Uh-huh. Valahogy így. Csak az a baj, hogy... Már jó rég kaptam. Meg nekem tegnap... Tegnap kezdtük el, ugye? Ja, igen. Hosszú igen. Idő után kaptam egy random... nincses térképet, mert hogy beléptem a játékba. Meg hogyha pénz kell, akkor még az állatok lelőése is jó biznisz, és eladása. Igen. Csak ahhoz meg kell venni azt a... Vagy most melyikre gondolsz, amikor ki tudod ajtatni az állatokat az arról, vagy maga az, hogy legendári állatokat próbálsz keresni, mert hogy olyanokat, aminek jó a pártja, és azt rápasszolni. Hát mindkettő, nem igazából. Nem. Igen. Gondolkoztam rajta, hogy azt csinálom, hogy veszek egy szekeret, csak nagyon sokba kerülnek, és... Elmegyek horgászni, dollár. Mert a nagy halakat, amiket tudsz fogni, nagyon sok komoly pénzeket ad. Jaj. Olyat már csináltam, csak ugye a lóra nem lehet rátenni, csak egyet. És a tó meg messze van az eladó ponttól is. Az egyiket a kezembe vittem, meg a lóra föl volt rakva, vagyis hívtam magam után, és úgy passzoltam el. Azt csinálgattam egy idővel. Abból lett meg ez a kabát. Azt hiszem. Vagy a csizma? Már nem is tudom, valamelyik. Drága volt, kicsit. Jó van. Lob vagy, kész. Ki jön itt mögöttem? Szabi, hagyj üljek már föl mögéd. Már itt vagyunk. Ja, jó van. Nyomja a dugi. Aj, a harmadik nem lett meg. Szerintem ez a legjövedelmesebb is a Bounty Hunting. De az kell trade rank 10, és úgy szoktam, nem kell, az komolyabb ruhá... Ó, aha,
igen, egyébként mi is ezt a bounty hunt-ot nyomjuk, mert ez egész jól ad goldot is, meg minden. Meg a Moonshine-nak, hogyha a sztoriát kitolod, az is egész jól ad goldot. És azt ugye többször is ki tudod tolni. Meg én mindig, hogyha éppen egyedül játszom, akkor csinálgatok ilyen sidequesteket, és közben elindítok egy főzést, és akkor ez csinálja szépen magától. Aztán hogyha csak le kell adni. Nem kell messzire mennünk szerintem. Meg a Dugival kipróbáltuk a tradert is, hogy ugye állatokat kell neki adni, meg ilyesmi, a bőrüket, stb. Na. Látok már, ez ott mi az a fény? Nem tudom, szerintem barlang. Be lehet menni? Ja. Bár akkor oda kell menni, nem? Igen. Mi a szar? Hú, bazd meg. Ez mi? Nem, hogy annyira itt van arany, itt van arany. Az igen? Az egy szoborba, azt hiszem, igen. Bár a sztoriba, de itt lehet, itt is ki lehet szedni. Srácok, mit mondottak, lesz itt arany? Kapjuk el a sajt. Ne öld meg. Nem, de a hátsókat igen. Úristen, ez támad. Ne öld! Hát... Ádám. Lekéselt volna engem, csak egyszer nyomtam egy kört rá, azt leütötte. Jó, csak leütötted el még, jó van. Megvan a nő. Azt toroltam úgy. Nem gondoltam, hogy ez ilyen lesz. Ádám, a csetem már itt izgultak, hogy meghalt. Elment, jaj, ne! Nyugalom. Isten. Azért játszottam ezzel a játékkal. Megdorgálják az Ádámot. Azért, mert... Már Xboxon kitoltam a sztoriát. Majdnem. Megijedtem egyébként, hogy a puskatussal megölöd. De csak leütötted, szerencséd van. Ez komoly volt. Az én ranglistám a rollokról, Collector. Az első a Collector, második a Bounty. A harmadik a Moonshine, és a négyen a Cserelis, öt a Trader. Bola van? Van bola, igen. Egyébként nincs arany az onlineban, ezeken a helyeken. Szóval, hogy nincs. Akkor ne is keressük. Pedig begyűjtöttem volna egy-két aranyat itt. Így van. Nem lett volna rossz. Mindjárt nézem amúgy srácok a chatet, csak nehéz egyszerre olvasni meg lovagolni. Gyere, átküldsz. Nincsenek rajtad sokan? Nincsen rajtam senki. Ja, mert nekem a mappon azt jelző, hogy nálad vannak. Nekem is. Hála az Istennek, itt nincsenek. De gyakorla vagy szarva. Köszönöm. Na, itt le tudok vágni? Reméljük. Ujja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 j
Íj, ezt megbőrözöm. Micsoda? Megbőrözi. Szóval akkor a kollektor megéri? Mert azon is gondolkodtam, hogy a kollektort veszem meg következőnek. Az a legolcsóbb, nem? A kollektor. Az a cigány asszony, nem a jósnő. Cigány, jó, a jó bula. Aki hát, tetszik? Tudod, akit megtömtünk volna. Ja, igen. Így rögtön megvan. A csipója. Csipó. Na megbőröztem a farkat. Ügyes vagy Ádám. Ez a beszéd. Na, hozom gyorsan napasszolni. Komoly gondok vannak a fiaddal, Szabi. Köszönöm, nem vártam kommentet. Fel kell pofazni. Szigorúan. Kezdődik a bőrszínével, nem olyan fekete, mint a tiéd. Gyere, visszakéselek. Jó, a mentalitása az jó. Potvatertől tanultam. Cinematic mód azt hiszem az online-ban is működik. Igen? Működik, hát. Igen. Hogy nem működne? Ilyeneket mondunk, Chris letétják a Twitch-re, ezért mi a rasszizmus miatt. Micsodát? Amit mondott a Dugi. Az a barna szemű, szenes hajú karcsú látvány. Igen, rá gondoltunk mi is. De a kollektor akkor a legjobb, ha magányos farkas vagy. Ha van egy poszéd, akkor a bounty hunting. Szóval akkor ez olyan szóló dolog. Aha.
visszamegyek velem. Kollektornál pontosan miket kell csinálni? Vannak ilyen tárgyak, amiket gyűjteni kell, mint a kártyák? Amúgy kajakkal, hát én is kíváncsi volnék. A kártyákból elég sokat gyűjtöttünk. Igen, kártya már van nálam egy csomó. Pontosan. Akkor az kell. Jó, hát kártyát már találtunk egy csomót, legalábbis én már találtam egy jó párat, és akkor azokat el lehet neki passzolni. És ő aranyat ad, vagy inkább pénzt? Itemeket lehet tőle üzeni, nem? Micsoda? Szerintem a kábelekről kell a rezetnek a pargatni konyhakéssel. Igen. Olyan feladatokat adna. Meglepődnék. Google-on van egy oldal, ami minden kollégbéket ír, és nagyon jól fizet. Csak pénzt ad. Egy kártya kb. $8. Az egész jó. És hány kártya van a mappon, vagy azt nem tudod? Szerintem sok, hogyha össze kell gyűjteni. Hú, persze. Hány kártya van? Hát szerintem sok. Ha úgy veszik, már sokat is gyűjtöttem. Nem csak kártya van. Uh-huh. És azokat a dolgokat csak akkor nyitja fel a játék, engedi, hogy gyűjts, hogyha megvan a kollektoros roll. És akkor jelennek meg a mappon, vagy most is akár tudnám gyűjtögetni őket. Hallod, Dugi? Olvastam most egy olyat, hogy elvileg lehet, hogy lesz Vice City, meg San Andreas Remaster, tesóm. De jó lenne egy Vice City Remaster, úristen. Még San Andreas, tesóm, hát az... Még ha válaszolni kéne, én a kevés ember közé tartozok, akinek a Vice City jobban tetszett. Tominak a sztoria az olyan jó. Nekem is. Mondjuk tényleg jó amúgy a Vice City. Ezzel sincs baj. Az feljavítva, úristen. Insta baj lenne, az biztos. Régen annyira szerettem. Emlékeztek arra a küldetésre, amikor volt egy ilyen... az építkezésen ilyen helikopterrel kellett repülni. És ilyen bombákat kellett lerakni, vagy mi a fene volt? Ja. Emlékszem, az... Az úristen, olyan nehéz volt. Szoktam róla még most is mémeket látni, hogy ha van nehéz dolog az életben, és akkor bedobja azt. Srácok, nem tudok bounty-t indítani. Valaki más indítson valamit. Felosztatom a... Oszét. Osztass fel. Nekem is jobban tetszik a Vice City, mint a San Andreas. Na, akkor lehet, hogy mégse kevés ember közé tartozok, hanem a többségnek jobban tetszik. Na, én. Hol vagytok? Demolition-ben nagyon nehéz volt első, de ma már első. Hát igen. Valentine-ben vagyunk. Mindegyik GTA-t kivittem, annó még a PSP játékokat is. Hú. Én nem is tudom. Volt olyan, amit... A felülnézetes GTA-kkal nem játszottam, bevallom. Azok úgy kimaradtak.
A GTA 4 trilógia az tényleg nagyon jó. Ja. Valakit komolyan kivégeztek, srácok. Ja. Szemügyre veszem. Azt a csávót ott. Mufkist. Mufkis a neve. Mufkis? Aha. Felosztattad a poszét? Kiléptem. Ja. Jó, akkor Szabélyba lépjünk bele. Vagy azt csináljuk, vagy Ádámnak nyomjuk tovább a sztoriát. Nyomjuk a sztorit. Az is jó. Csináljuk. Akkor Ádám mindig csak poszét. Nem, megyek cosimázni akkor. Jó van, tesó. Szerintem azt a sztorit megcsináljuk, aztán én is lépek. Jó van, amúgy már... Megy már egy jó ideje a móka. De akkor holnap megy tovább, nem srácok? Persze, persze. Gondolom én. Nagyon jó. Rám mindig lehet számítani. Egyértelmű. Ádám, indítottál poszét? Nem, még csak. Majd hívjál meg. Mufkis. Ez bizony double barrel. Na igen. Szerintem a San Andreas eléggé túlértékelt egyébként. Elég jó igaz, de nem annyira, mint azt mondják szerintem. A San Andreas azért volt annyira felkapott én szerintem, mert hogy jött hozzá multi. Én erre tippálnék, hogy a multi miatt. Nem tudom, szerintetek? Meg ugye jöttek hozzá az a sok mod, és azért lett inkább. Na meg a mémek ugye. Na. Valaki zaklat engem. Dugita vagy? Mufkis. Mufkis? Lőd már le a mufkist. Be van nyomva neked, de dáj, és még így se talál el. Az én lovomat használja. A rohadék. Yes. Azt kaptad? Itt elmondtad az én lovomat is kell. Ja. Nézd meg a mufkist, nem hagy minket érvényesülni. Itt flexel. Felpafozom. Mufkis. Szerintem már 2004-ben ilyen játékot összehozni csoda volt. Igen, egyébként. Ez is nagy érv mellette, hogy miért lehetett ennyire. Jó, de egyébként ha belegondoltok, a Rockstar gémek úgy általában mindig nagy port kavartak, mert mindig kimagaslóak voltak a többi játékhoz képest. Ezt a mufkist. És el is vitte a lovadat, Dugi? Igen, geci, felpofozom a mufkist. Faszom, nem hiszem el. Na, hogy nagy vagány izével dedájjal lövöldözik. Ez nem egy férfi. És elviszi a lovadat? Nem, most valakire megy rá. Most van mindegy, beszokta. Megcsináltad már a posztét, Ádám? Már megy a izétesó. Már indítottam a küldtést. Becsém, bent se vagyok, hát mi nem mondtátok? Oh my Jesus. Mindjárt meg vele. Izét is. Nem látom az invite-ot, nem kaptam invite-ot ezek szerint. De kaptál. Jó, de hát ha nem írja ki nekem, Ádám. Hát akkor küldök újat. Semmi probléma. Semmi probléma. Akkor a map annyi lehetőség, hosszú sztori, de nekem a kondi volt a kedvenc dolgom benne. Régen vezettem RDRO Blacklistet. Igen? Macard Big Smoke. Klasszikus. Na küldtél, Ádám? Nem, még tölt. Na jó. Nézzük, PS5-je van, és még tölt neki a játék, kiadattam. Valószínűleg miattam tölt, ugye. Addig itt elbújok a bokorba. Na,
Vagy be, hívjuk be, be tudod hívni, nem? Már behívtam. Vagy küldtem legalábbis. Na most, be. Most jött meg az invite. Jelentesú. Join. Jövök. Ez melyik küldi? De nekem még mindig az öreg Ricardo Diaz a Vice City-ből mai napig a kedvenc. A Ricardo Diaz az a kövér csávó volt, akinek megszereztük a kecóját, nem? Aki először munkákat adott nekünk. Ugye? Már nagyon régen játszottam vele, nem emlékszem már így. Na, redisztek? Joinolok, bocsi, nem PS5-en van még. De már itt vagy. Igen, de attól független nekem még tölt a dolog. Igen, a drogbáról. Hú, de jó érzés volt megölni azt a csávot, hogy kajak egy olyan főgenya volt, akit úgy jó érzés volt, amikor végre elkaptad. Olyan jó érzés lett volna, és olyan jó érzés volt, mint hogyha Far Cry 4-be, nem is Far Cry 5-be, a Joseph Seedet, amikor elkapod, és meg tudtad volna torolni, és nem az van, hogy két választási lehetőséged van, és akkor mind a kettő szar tulajdonképpen is. Ja. Szóval az mély nyomot hagyott bennem, hogy itt nem sikerült likvidálni. Na mi van már? Tölt. Tovább terjedt a Warzone-ba a vírus. Igen, láttam én is. Hány százaléknál tart? Most a Prison lett zombi. Prison lett zombis? Mm-hmm. Na, Prisonbe sem megyünk többet. Kill two birds with one stone. If we take out the ammunition dump in the place, then ain't no way they can blow a hole in the bank. So what you just robbed, which leaves us to do it when I can figure a way. Here's some dynamite to the job. And if one of you gets the opportunity to kill my so-called lifelong best friend and business partner, well, that'll be fine too. I best stay here. I don't want them to know I'm behind this. Much as I like to shoot every last one. Kincsem volt a lónak a neve? Az még találó. Én Szabiról neveztem a lóamat. Itt is panom. Ne haragudj, nem tudtam. Úristen. Spoiler. Legközelebb hozzáteszem, hogy itt spoiler veszélyek vannak. Akkor jó, találó volt, hogy lekaptad a fülest. De egyébként az öt borzasztóan jó. Én nagyon élveztem az egészet, szóval megéri kijátszani. Attól függetlenül, hogy a vége nem olyan, mint amilyenre számít az, de maga az egész sztori iszonyatosan tetszik. Meg én úgy unblock az ilyen open world játékokkal nagyon ki vagyok elégedve, szóval. Például a New Dawn-t azt még én nem játszottam ki, de azt mondják, hogy az nem igaz, nem olyan jó. Azt nem. El is ment tőle egy kicsit a kedvem. Még a VR-nak a streamjét néztem belőle keveset, de igazából így ennyi. Én most itt miért álltam meg? Na. Ki a fejed? Ádám, menj arrébb, berobbantom. Mindjárt. New Down Hardon is könnyű. Nem emlékszem már a küldire, srácok. Igen. Nem értem, hogy miért ezt a fegyvert adja, amikor ott a bolt action-om. Mindegy most már. Inkább a pisztolyán nyomom, az erősebb. Azt legjobb helyen állt meg.
De ehhez lapulj már oda, légy szíves, köszönöm. Mindjárt olvasom. De mi a... Csak nem lekaptak téged, Ádám. De... Hú, innen kintről is jönnek befele. Na persze. Ez hihetetlen. Dugi, fel tudsz szedni? Itt vagyok jobb oldalt, egy ember kell csak lekapni. Aha. Gyertek, gyertek, gyertek. Én itt kint írtam a népet. Nyomjad. Köszönöm. Nem tudom megölni, bazdmeg. Kaptál. Benyomok egy ilyen potiont, mert rám fér. Sőt, eszek is egy... egy ilyen cumót. Vannak itt kint egy párán. Aztán Ádám megölt itt mindenkit, mire jövök, érted? Hát folyamatosan... Spawnolgatom. Picáltam, ezek jönnek egyfolytával. Hát csak föl kell robbantani a ammunition. Igen, igen. Itt bent van? Robbantom. Amúgy, hogyha közel mész hozzá, be lehet plantálni. Ja, az jó. Most már mindegy. Felpattanatok Dugi mögéd? Aha, de... Nem tudom, hol a lovam. Az enyém előbb él ide, akkor az enyém már megyünk, Max. Itt jön mögöttünk. De messze van. Tiet hol van? Messze. Megnézem a térképen. Ja, jön, jön, jön. Itt van. Nálad van már? Aha. Jó, felpattanak akkor mögéd. Jó. Na. Miért nem engedi? A hülye prémed miatt fogadni mernék. De úgyis, attól még rá tudnál ülni. Gyere akkor az enyémmel. Jó. Várj, meg kell ülni a maradék ember. Gyere Ádám, hol vagy? Hát jövök, mindjárt csak jön a ló. Itt van már az enyém is közel a világ. Nem baj, jövök. Na, Ádám ide rögtön felengedett. Úristen. Hát igazán rajta van a bőr. Hol tartottunk most? Meg kell várni a fekát. Én akartam egy fosküldén, ahol két értivel kell menni. Mármint a New Dawn-ba? Három nagyon tetszett, viszont a farkályok mindig főgonoszai miatt voltak jók. Hát igen, egyébként. És a... Nekem például Joseph Sidney, mint főgonosz, tetszett eddig a legjobban. Nem tudom miért. Igazából ez a kultisták, meg ilyesmi is, így menő dolog így. Igen. Buki nem kapott pénzt. Dugi nem kapott. Szokásos. Kevés fegyód van, Krisztus. Kell egy balta, minimum kettő kézi. Igen, most erre lesz a pénzgyűjtögetés, hogy mindenféle jó cuccaim legyenek, fegyverek, már nem ártana. Egy sniper féleség. Van egy bolt actionom, csak a lón maradt, és azt hiányoltam. Az egy kicsit erősebb is, mint ez, ami nálam van. Plöv vulkanik. Én azt használom.
ez a legtöbb játéknál egyébként szerintem így van, hogy az első rész, hogyha főleg, hogyha olyan jó, mint a Red Dead, nem fogod tudni überelni, vagy hát megpróbálhatod, de nehéz lesz. Az olyan, mint hogy ha jönne egy Witcher 2, hát nem hiszem, hogy jobb lenne, mint a Witcher, de valószínűleg nem is fog jönni Witcher 2. Witcher 2 már van. Van, tesó. Witcher 2. Van, hát van a Witcher 3 olyan. Vagyis a Witcher 3 után egy újabb rész, jó hülyeséget beszélek, bocsánat. Hogy az már olyan jóra sikerült, hogy nem csinálnak belőle egy újabbat, mert nem tudnák überelni szerintem. Valamilyen sztár ott kell abba hagyni. Jó, igen, én vagyok áltévedve, hülyeséget mondtam. Jó, hát az a lényeg, hogy itt vagytok, és hogyha hülyeséget mondok, akkor kijavítatok. Ez erről szól. Mennyi pénzt kaptunk? Mennyi zsírt kaptam? Nem tudom, te melyik chapterben vagy. Mármint a Red Dead-ben? Hol tartottam? Nagyon régen játszottam bele, igazából amikor megvettem a játékot, az egy éve volt, és utána játszottam bele egy ideig, aztán letöröltem, mert kodoztunk, stb. Nem fér fel a PS-re. És ugye amikor visszatöltöttük, akkor meg igazából már csak online-oztunk. Kb. Egyébként olyan 50%-nál lehetek a játékba, nem tudom pontosan hol tartok már. Lehet, hogy újra játszom az egészet igazából, hogy felemel a gyermek kaptam egy treasure map-et. Az is lehet, hogy, hogy streambe játszom végig. De jó dolgod van, treasure map, az komoly. Hol tudom megnézni, hogy hányas szintű vagyok? 32-es. Ja, külön lobbiba vagy. Miért vagyok külön lobbiba? Hát mert ránk joinoltál, tehát nem egy posszéba vagyunk. Jó, jövök. Meghívlak mindjárt posszéba. De most már mindegy, mert én lépek. Akkor ez izé, ja. Itt a sztori vége ma? Most ja, még kajálok, aztán alszok. Nem jössz még egy borszút? Nem fog tudni reggel fölkülni. Szabi, egy kod? Nem hiszem. Gyors felnéztem valami Church streamre, és látom, hogy Subgoal per day 69, meg a heti cél 500 font. Ennyi igazok színfan. Én nem tudom, szoktam néha én is, hogy feldobja a Twitch, amikor így este nézegetek. Igazából esténként érek rá, és olyankor nézegetem vissza napközben a streameket, akik például Nessite szoktam nézni, ilyesmi, és olyankor mindig látom, így ajánlódva feldobálja nekem ezeket a, hát majdnem, hogy OnlyFans már, ami ott történik. És így nem értem, hogy emberek nézik, és még pénzt is küldenek. Ha belegondolnék, nőként sokkal egyszerűbb lenne streamálni. Egy melltartóba itt ülnék, és izomból jönnének a donétek. Szerintem legalábbis. A végre remélem neked nem lett leszpoilerezve, ami nekem. Én nagyon ügyesen meg tudom szűrni így magamban a spoilereket, szóval lehet, hogy már elolvastam a spoilert, de hogy így gyorsan átfutsz valamin, és nem próbálok rá koncentrálni. Nem koncentrálok rá, és én azt egy hét múlva fullrál is felállítám szerintem. De nem lett még leszpoilerezve, nem tudom, hogy mi a Red Dead 2-nek a vége, szóval... Szóval, ja. Nincs még leszpoilerezve. Nagyon komoly. Jó, lehet, hogy kijátszom. Na jó, van. Lépek, srácok, majd holnap toljuk megint. Azt hittem este más nézeget. Hát, változó, érted, ilyen kettfüggő este mit kell nézni. Valamikor a jó barátokat. Valamikor meg stream. Na császtok, jó ét. Jó ét, Dugi, jó legyél. Jó ét. Na jó van, srácok, én is elköszönök. Köszönöm szépen, hogy néztétek a streamet. Holnap folytatjuk tovább. Remélhetőleg szökkenőmentesebben. Ilyen 8-9 felé lesz várható. Igazából a srácokon függ. Velük kell megbeszélni, összehozni, hogy ki mikor ér rá, hogy tudjuk elkezdeni. Mert mindenkinek van az ő saját dolga is.
Na mindegy, ez már mellékes. Na szóval, hogyha tetszett, akkor kövessétek be a csatornát, a streamek kettfüggő, hogy mikor, de feltöltögetem őket YouTube-ra, szóval ott is meg tudjátok nézni, ugyanezen a néven, Harambe Krisztus. Ennyit a reklámról, na jó van, jó éjszakát, urak!